Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, jó reggelt! Hello! Drága hallgatók, jó reggelt kívánunk mindenkinek már élőben újra. Tegnap volt egy kis fennforgás, de itt vagyunk. És tartjuk a frontot. János továbbra is beteg szegénykém. Ő tényleg beteg. Ő ked. Ő Miss Ked lett egyébként. Szegény. Igen. Ő úgy néz ki, hogy jövét kedden jön majd, de csak hétfőn megy kontrollra. Úgyhogy, hát igen. Visszatapsolt a doktor bácsi. Még nagyon keményen, ott már tényleg nála is antibiotikum van, meg minden. Fertőző, úgyhogy ha valaki látná mégiscsak egy cukrászda felé osonni, akkor kerülj el. Akkor nagyon kerülj el, igen. Viszont neked határozottan jobb lett a hangod. Figyelj, nekem megvannak a módszereim. Én még meg tudom gyógyítani magam egy nap alatt. Illetve én pontosabban nem is voltam beteg tegnap sem, hanem akkora káosz és akkora betegség halom volt otthon, hogy nem tudtam elindulni. Tehát a Viki nagyon beteg volt, alig tudott fölkelni, a Beni rettenetesen, szegényként már ő is antibiotikumot szed, a Noel közön üvöltött. Olyan káosz fogadott reggel 5-kor, hogy mondtam, ezt na most nem tudok elindulni, nem tudom mit hagyni őket. Tehát, hogy egyszer nem tudok eljönni, és akkor írtam, hogy akkor én ma nem vagyok. Aztán mindenki hívott, hogy jól vagyok, beteg vagyok, kedve mondom, hogy elkek. Vasból vagyok. És a náthámat is kikezeltem egy nap alatt. Közben, hogy tudtam egy kicsit pihenni. Ez a mesztelenül havonfekvés, amit mondtál, ugye? Órára ki kell feküdni, igen. És akkor elmúlik. Kis kifekvés, kis gőz, kis szauna, minden volt. Úgyhogy ezeket nagyon jó rendbe tudom tenni. Úgyhogy mag egészséges vagyok. Igazából semmi. Otthon mindenki antibiotikum kúrán van, kivéve a Noelt. Ez egész egyszer megdöbbentő. Egyébként majd föl is hívunk ugye hét után egy infektológust, hogy elmondja nekünk, hogy ez mi. Mert régen hogy? Ez nem ilyen volt. És ez nem ez a régi hülye duma, hogy régen nem ilyen volt, de tényleg nem ilyen volt, nem? Mert hogyha belegondolsz, ugye, amit tudunk erről az antibiotikum sztoriról, azt nem lehet adni az influenzára. Hát az ugye vírus, mert arra az nem egy adják, vírus, persze, a bakteriális fertőzés. Na, és akkor, hogy tehát meginfluenzásod, van egy vírusod, igen. És egyszer csak oda bent azt mondja a vírus, hogy most leveszem a köpenyem, és... Gondolom, igen, és átvirologizálom magam, és igen. Bakteriális fertőzésbe megyek át. Régen mi történt? Régen influenzás lettél. 3 napig meg akartál halni, lázas voltál, szenvedtél, 3 nap után túl voltál rajta. Egy hete beteg a Beni, az 5. nap után egyszer csak azt mondták, hogy akkor most már antibiotikum, a Janinak a 6. nap után mondták, hogy antibiotikum, az egész ország antibiotikumot szed, régen nem ez volt. Lázas voltál, 3 nap, lement, kuráltad magad, kész. Ezt mondta az orvos, mindig ezt mondta. Mutációk ezek? Menjen haza, Ferike, feküdjön 3 napot, igyon teát, nyugi van, majd elmúlik a végtag fájdalom, ami van az influenzával, meg az orrfolyás, aztán mehetsz, ahova akarsz, elmúl. Na, ez nincs. Na most ehhez képest nincs, az ország 80%-a egyébként antibiotikumot szed, úgy, hogy egyébként mindenkinél influenzát diagnosztizáltak először, és aztán szövődmények lesznek, és átmegy bakteriális fertőzésben. Úgyhogy én nem tudom, milyen törzsből jön ez, a motaba törzsből, vagy honnan származik ez a vírus, de gyerekek, ennek utána kell járni, mert ez szerintem gyilkosabb. Tehát minden évben azt érzem, hogy ezek a vírusok egyre keményebbek. És már nem 3 nap, 1 hét, másfél hét. Tehát itt én nézem, hogy Jani mióta beteg. Nem tud belőle kijönni. Múlt hét csütörtökön már ugye látszott rajta, de akkor még csak a család volt, és pont 1 hetes a betegsége, és hétfőn kell visszamenni. Igen. Tehát ez 10 nap lesz. A Beni is, ugye 1 hete beteg, és akkor úgy döntöttünk, hogy ma már nem menjen óvodába. Ma már ne fertőzzük a lábat. Na jó, mondtam neki, jó, elég, nem. Tehát ha tényleg most már 1 hete itt antibiotikum, akkor ma már nem, ma már maradjon otthon. Te vitted be azért, mert a Viki nagyon beteg volt, nem tudta bevinni, te még bedobtad. Úgy gondolkozom, hogy ha az én gyerekem beteg, akkor... Akkor mindenki más. Gyerekek, itt nincs kegyem. Ma már megbeszéltük a Viki, hogy nem visszük óvodában. Aj, az óvónéni pattognak is ebből kifolyólag, és valahol igazuk van. Jogos, persze. Igen, csak hogyha te meg családfő, vagy családban vagy, és nem tudsz vele mit csinálni, akkor most megint ki leszel. Szabadságot veszek. Hát igen, meg kell oldani, szóval szerintem egy beteg gyereket bevinni azért, mert te nem tudsz velem mit csinálni, az önzőség, az rohadékság, tehát az nem szép dolog a többi gyerekkel szemben, akik már túl vannak rajta, vagy éppen most készülnek még átesni, hát ez valahogy akkor meg kell tudni. Kicsit folyik az óra, nyilván az nem gond, de azért tűszög, köhög, rosszul van, és úgy ászott reggel az öltöztetőbe. És te tartod, hogy ne, nincs baja. Anyukat, biztos. Oda képes a gyerekében, akarok beleszólni, meg nem is szoktam, de a gyerek éppen vért köpött, és nem tudom, tehát biztos, hogy be kell hozni. Úgyhogy hát igen, ez van, és egyelőre nem látom az alagút végét, szóval
Viki 3 napja antibiotikumot szed, és most kezdett ráhúzódni az arcüregére. A Beninek továbbra is fáj a hasa. Szóval, hogy nem látom ennek a végét. Mennyi az antibiotikum? Egy hetes kúrák? 3 napos is van, 1 hetes is van, 7 napos is van, attól függ, hogy miért kapsz. Hát a Viki ugye szoptatőt csak egy 3 naposat szedheted, de szerintem halottnak a csók, tehát ő semmit nem ért. Így ma megy vissza a dokihoz. Na jó, van, akkor zajlik az élet. Ez, de otthon tegnap egy hősféri voltál, tehát fölkeltél reggel. Figyelj. Csináltad. Egy hete. Így meg drágán. Olyan szolgálatban vagyok, hogy tegnap tudtam délután először elmenni sportolni. Patika, van egy nálunk, egy nagyon kifőz, de lakás. És ezt a kombót járom. Tegnap a gyereket fölkelt. Ugye 5-kor Vikit visszafektettem, Benit visszafektettem, 8:30-ig szakköröztem a gyerekkel 5 órától. 8:30-kor sikerült elaludni. Viki egész nap nem nagyon tudott semmit csinálni, úgyhogy végig. 9-kor Noelt letetted, így kicsit letetted a fejed a pályán, hogy én is egy 1/2 órát, igen, akkor igen. Beni, apuci, abban a pillanatban, Beni, ne. Nem, most kiugrom az ablakon, akkor jött ő, akkor reggelizet. Szóval, hogy nagy szakkör. De te egy gyerek, nem gyerek. És akkor tegnap úgy mentél sportolni, azt mondtad, hogy mindjárt jövök, Viki. Tegnap délután kaptunk egy kis segítséget. Ja, főzésileg, konyhailag, fizikailag, mindenhogy jött egy kis felmentős öreg, egy-két órára gyorsan lefőztek nekünk 6 adag kaját, meg nagymamák, meg mindenki. És akkor mondtam, hogy engem az fizikailag rendbe rak. Tehát nekem megálltok, az a betegség ellen is jó. És jobban is vagyok. Igen. Tehát egy brutális gyors tenisz, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor és utána visszavetettem magam a forgatagba, és este 4:11. De szétszedted az ellenfelet, tehát olyan erős volt benned, olyan erőszak, hogy most mindenkire. Volt bennem labdaiség. 6-0 elvesztettem az első szettet, 4-0 vezettek a második szettben ellenem, és innen nyertem. Azt fordítottál, tök jó. Egy Rafael Nadal voltam. 6-0, 4-0. És már láttam az ember, hogy hátradőlt. Mondta, hogy ez már megvan. Akkor most figyelj. Nem most. 7-5-re hoztam a második szetet, és 6-2-re bevertem a második, harmadikat. Pénzügyi alapja remélem volt a játéknak. Hogyne lett volna. Már csak úgy megyek el otthonról. Abszolút volt. És hogy megkoronázzam a napomat, tegnap vízbe raktam a telefonomat, mármint pontosabban teát csináltam a családnak, csak lásd, milyen rendes vagyok, és nem vettem észre, hogy a vízforralóból már így bugyog ki a víz, tudod, amikor ömlik ki, mert már fölfort. És hol tartja az ember a telefonját? A vízforraló mellett. Világos. Én is oda tenném, mindig. Mert hiszen, ahogy nézed a vízforraló, ha jön egy SMS, hát, érted? Nehogy már lemaradjak róla. Ha egy fontos, oda teszed mellé. Tök logikus. Mi történik? Becsikózódik a telefonom, tudod, mint régen a színes tévék, amikor nem volt adás, nem tudom, ilyen monoszkópot láttam. Lerohantam az éjjel-nappaliba, vettem egy kiló rizst. Figyelj, ez döbbenetesen működik. Beletetted rizsbe a telefont. Vettem rizsát. De ez várjál, ez vettem honnan? Az acskós rizsát. A saját kútfő vagy utána olvastál? Ezt nekem valaki valamikor mondta, és ez már több telefonomat megmentette, és próbáljátok ki, drága hallgatók, ti is, hogy beleteszitek egy éjszakára egy zacskó rizsbe a telefonotokat. Ugyanis a rizs, most annyi, hogy nem tudom tölteni, mert beleragadt a töltő. Jó, világos. Most van egy kis probléma, nem tudom tölteni most. Na, azért minden nem sikerül. De ha erősen csapkodod oda az asztalon, akkor ki fog érni. A rizs, képzeld el, valahogy kiszívja, felszívja a folyadékot magából a szerkezetből, nem tudom, min keresztül. És reggel odamész, kiveszed a rizsből a telefon. És minden szuper. Megkapcsolod. Hibát. Se csík, se semmi. Semmi. Megjavítja a rizs a telefont. Ezt valaki elmondta nekem 3 éve, 6 darab telefonomat mentett. Vizes lett, nem. Megyek rizsért. És tudom, rizsa van, anyjuk. Nekem mindegy, csak olcsó legyen, mert nem eszük meg úgyse. Anyjuk van rizsa? Mondta, hogy nincs rizsa. Mondom, akkor irány az éjjel-nappal. Úgyhogy tegnap még 8 órakor rizs után kutattam. Teljesen hányeveti módon beleraktam, elmentem aludni, és ma félőtkor kivette. Próbáld ki, ha vízbe esik a telefonod, és vízes, nem szabad bekapcsolni, hogy ne kapjon feszültséget, azonnal ki kell kapcsolni, bele egy kiló rizsába. És utána a rizst meg tudod enni? Tehát, hogy annyi víz volt a telefonban, hogy átfőtt a rizs. Én át az anyósom hétvégén, én beraktam a spájzba, csinál belőle egy jó kis tejverit. Nincs azzal baj. Úgyhogy rizs a megoldás. Ezreseket fizettem ki embereknek ezért, hogy kiszárítsák a telefonomat. Felejtsd el, nem kell szétszedni. Nem kell hajszárítózni, bele kell tenni egy kiló rizsbe, úgyhogy ellepje. És utána szerezned kell egy tűt. És kipiszkálod a töltésnél a rizs darabokat, mert egyelőre nem tudom bedugni a töltőt, és 2%-on vagyok. Nyilván, ahogy lemerülök, jön az SMS, hogy áll a bál itthon. Azonnal gyere haza. Hol vagy? Gyere haza, de hogy tényleg működik.
Ha, te későn írtam tegnap, te meg bejöttél nem, már? Nem írtál igazából későn, csak én ahogy reggel felszoktam kelni, akkor mindig ránézek a telefonra. Az volt ilyen 3-4-5. Akkor 3-4-5 körül akkor írtam. Nem, figyelj, azt az SMS halmaz, te, Zsül, Anna, Juli, Titus, mindenkit leinformáltam, hogy minden, nehogy maradjon egy lék, tudod, hogy senki, nem mindenki tudjon róla. Na, fölkeltem még, akkor nem volt semmi, így csak rászoktam nézni, letettem, aztán elvégeztem a dolgokat, a kávé, a fürdés, az akármicsoda, beraktam a zsebembe a telefont, elindultam, és amikor már len voltam a kocsinál, akkor néztem rá a telefonra, és látom, hogy írott, hogy gyerekek, izé van, Szóresz van itthon, a kicsivel, a mindenkivel maradok, mindenki maradjon, megy a best of. Akkor én már jöttem, már mondom, Anna biztos bejön best of-ot, és Annára biztos oda, neki be kell jönni, igen. Ugye, úgy, olvasni reggel, tehát neki az kicsit, minden kicsit később fogja majd értelmezni az SMS-t. Mondom, akkor bejövök. Legalább lejátszuk a játékokat. Igen, hát nagyon lelkes vagy. Jó volt. Nem volt ilyen, úristen, de jó, visszabújhatok. Én minden reggel azt várom, hogy van egy SMS mindkettőtöktől, hogy mindketten betegek vagytok. Tessék, gyere. 4-6-kori ránézek a telefonomra, felordítok örömömben, és visszabújok. Yes. Nem volt ez benned? Hogy... Bennem volt, de akkor meg már elindultam, hanem nem hagyom itt szegény Zsülőt, meg Annát. Hogy akkor már bejössz. Persze, akkor már nem tudsz visszaaludni. Jó reggel, sziasztok. Meg nyomasztottam egy kicsit, tudod? Ugye lejátszod a fekete-fehér játékot. Ja, hát, ha már itt vagy, nyomasztottam. Persze. Megnyertük a helyet, 3-0. Vicces. Az menő, hogy best of, de az egyik műsorvezető itt ül élőbe, az jó. Én fölkonfoztam az anyagokat, elmondtuk a közlekedési infókat, Anna itt egyszer bejött, kitakarított az Anna, azt nem hiszed el. Figyelj, fölcsillant a szeme. Végre takaríthatok. Jött a izével, azzal, amilyen sprayed van, az a számítógép, az spray, az, és hogy mindent lefújt, itt ültünk Zsüllel fuldokolva a párában, ahogy Anna takarított, és akkor mondta, jó, de azért a játékokat meg kell csinálni valakinek. Majd kiment. De mit takarítottál, vagy mit sem? Minden gépet, tehát a Janiét is, mindet. Ja, hogy volt egy ilyen nagy stúdiókorban tartás, ha már nem vagyunk. A Laciét is letakarítottam, az enyémet, az Ákosét, mindet. Nem, mert úgy volt vele, hogy ugye négy férfi szokott itt ülni, ha te is itt vagy, meg a Jani is, és akkor most csak kettőt nyírt ki ezzel a vacakkal. Igen, hát van egy szaga, az biztos, mondjuk, igen. Aztán Óvent lejátszotta a Feri, aztán lejátszotta a Hármasugrás, volt naphallgatója. Nagyon lelkes vagy. Én még azt hittem, ágyban érlek, és akkor még visszabújsz. Jó lett volna. Békád mellé, mondod, akkor végre nem kell bejönni. Na mindegy. János írt tegnap, ugye ő jövő hétfőn megy kontrollra, úgyhogy hát másfél hétre azért ő is szépen kidőlt. Azt kell, hogyha hétfőn azt mondja neki a doki bácsi, hogy már dolgozott. Igen. De nem Anna, te nem tapasztalt, hogy mindenki azt mondja, hogy vagy beteg, és mi van, antibiotikum. Abszolút, ugyanez. Nem volt. De, hát ez nem, nem volt. Gyilkosabb ez a történet. És 2 hetes. Tehát azt figyelem, hogy nagyon sok embernél ez 2 hét, és így, ahogy mondod, antibiotikum, amit egyébként tényleg nem értek, de hát biztos ott a megoldás, amit te mondasz. Hát felülfertőződik a vírusból, egyszerűen baktériális lesz, és rámegy a füledre, és ott egyszer csak megjelenik a baktérium. Azt értem, hogy egy vírus az átmutálódik, vagy legyengül egy szerved, és azt akkor még egy bakteriális fertőzés, és azt megöli. Az lehet. Tehát mi puhulunk, vagy a vírus durvább? Vírus durvább. Kemények vagyunk. 3-4 nap alatt átment, nem? Igen. 2 hétre meg akarsz halni. Igen. Sajnos tényleg ez van. Tehát nekem ehhez képest szerencsém volt, mert nekem tényleg pont reggel mondtam a Zsülnek, hogy 3 nap volt, mert kezdted a csütörtök volt nekem, pénteken annyi, hogy már így nagyon fújtam az orromat, és amiatt nem akartam jönni közétek, mert ilyen papír zsebkendő halmok között ültem, de ez nagyon durva, és sok ismerősömnél tényleg az van, suliból is, akiket így hallok, hogy volt bizony, aki 2 hétig hiányzott. Kemény. Ez van. Nagyon durvulnak. Mondjuk a bárányimlő kapcsán, amikor beszélgettünk, ha emlékeztek rá, egy orvossal, nem is tudom már ki volt akkor adásba, ő mondta, hogy már ezek például nem azok a bárányimlő vírusok, mint a mi gyerekkorunkban. Igen, tehát nagyon sok például a szövődmény. Hát ez van. Nem tudom, mi okozza ezt. Majd megkérdezed. Az sem értem, hogy ki az, aki elkapja, ki az, aki nem. Ez mi a fenét? Mi múlik? Tehát ha ugyanolyan erős a vírus, akkor az egyéni ellenállási rendszered, vagy hogy milyen az immunrendszered? Gondolom, hogy ilyen helyekre jársz, biztos. Az is. Nél, meg Anna is hol csatangolt, múlt héten beteg is lett. Ennyi. Na, de Viki nem ment sehova. Az meg volt. Az akkor te vitted haza? Hát valahogy oda került, igen. Például lehetsz hordozó? Tehát biztos. Te nem estél bele, itt a Janival ugye megpuszítátok egymást, minden reggel. Szoktátok, szájon csokoltátok egymást, megkaptad a vírus, téged nem döntött le, hazavitted, megcsokoltad. Kicsit viszont megzabáltad. Igen. Kis testét a gyengéket elvitte. A gyengéket azonnal elvitte, igen.
Úgyhogy ennyi lehet a megfejtés, de hát majd okosabbak leszünk hét után. Meg a pillanatnyi immunrendszeret. Tehát szerintem ez nem egy olyan állandó dolog, hogy milyen az immunrendszeret, hanem változik. Tehát, hogy éppen aznap milyen paszba vagy, valaki prüszköl egyet, elmész, lehet, hogy 3 nappal ezelőtt nem érintett volna meg, de akkor elkapod. Lehet, igen. 10-kor leesett, 10-kor leesik, és akkor, aha. Hát például a metróban melyik közlekedek, hát az, bocsánat, ez egy vírus barlang, szerintem egy vírus alagút, vagy nem tudom, mit mondjak rá. Hát gondold, de amikor egy zárt térbe prüszköl 4 ember, átszállsz a következő kocsiba, ott 6 ember fog prüszkölni. Nem tudom megúszni, tehát, hogy én ezt már el is engedtem. Semmi. Tehát ti még a kocsitokkal, még csak. De Miki ezzel a kézmosással gyilkol. Hogy mossák kezet. Hogy én vagyok az egyetlen, aki ritkán most kezet, mert hazamegyek egyszer, de a Viki minden borfújás után benne is innen a festen, mondom, Viki, hérsd meg. Nem ezen múlik. Nem ezen, nem segít. Na, ha szorongva mondja, hogy mossa a kezet, mert egyelőre én mosok a legkevesebb szerkezet, és még én nem vagyok beteg. Ez most egy nagyon jó érve a következő 5 évre a kézmosás ellen, úgyhogy és lassan a tusolást is megúsztuk. Gyűlölök hazamegyek, azonnal kezet mosok, Noelt úgy fogom meg, de a Viki egy nap 10-szer kényszerít kézmosásra, és egyszer megőrülök. Csak mondom, hogy ki a 3 közül a kényszeres kézmosó. János. Még tudod, ilyen izéje is van, volt nála állandóan, ez a száraz kézmosó, vagy hogy hívják az ezt? Az a ragacs. Az a ragacs, ami elpárolog, ezzel most nem, tehát, de hogyha így végig gondolod a dolgot, hogy ő például arra vigyázott. Most nyilván, hogy van egy csomó más front, ahol ezt támad. Viki de... is ezt csinálja. Na. Múltkor már aludtam, amikor még orrot fújtam, még, és letettem a zsepit magam mellé, a kis éli szegényemet, lefeküdtem. Aludtam, és arra kelek, hogy valami folyadékot önt valaki a kezembe, és így dörzsöli össze a két kezemet. Mondom, te nem vagy normális, de tényleg, hogy alva, már alszom, és te még itt, és ráütötte a kezem, és így nem, már nem zavart, hogy alszom, fogta a két kezemet, így összerette előttem, és így dörzsöl. És erre ébredtem, hogy tényleg éjszaka még kezet kell mosnom. És hát tudjátok, hogy miért télen van például? Hogy miért nem nyáron? Ez se, nem. Hát ha melegben terjed, és a meleg kedvez neki. Akkor miért télen? Azért, mert télen gyenge az immunrendszered. A hideg, tehát nem, ugyanez nem. A vírus ott van nyáron is? Mitől indul el télen, nem. Ha egyébként nem szereti a hideget, és ha meleg jó neki, akkor viszont nyáron miért nincs egy nagy influenza járvány? Mitől van télen? Szerintem, aztán lehet, hogy hülyeséget mondok, oltárni nagy hülyeséget, de minden vírusra azt mondják, hogy Kínából indul, és szerintem mire ideér, itt nálunk tél van. Aha. Nem lehet? Köszönjük. Tehát a vírus nyáron azt mondja, hogy ho-ho, indulok. Fölveszi. Mint a gólya, elindul Afrikába. Fölveszi, beteszi az uzsit, mindent, és elindul. És mire ideér, tél van. A leghülyébb kérdések. Ma azt mondjuk, hogy Spanyolországból jön. A vírus szeptember 6-án azt egyszer csak elindul? Igen. Útra kell. És mindig januárban ér ide. Hogy ér ide mindig január? Miért nem ér ide egyszer április? Miért nem késik? Miért nem jön nyáron? Miért mindig január-február? Mert azt mondják, a hideget gyűlöli, meghal. Igen. Ha viszont a melegben tud tovább élni, miért nem jön márciusban? Miért nem jön októberben, vagy nyáron? Ugye áprilisban, meg, vagy mi az, szeptemberben, októberben a spanyol tengerpart már hűl. Érted? És akkor indul el, tehát akkor ja, hogy elköltöznek. Igen, csak rossz felé. Itt jön a hidege, arrébb megyek. Lefelé kéne mennie, de erre jön. Hát ezek teljesen banális hülye kérdések, de tényleg miért élem? Mert ha azt mondanád, hogy a vírus hidegben él, de pont ha minuszok tesznek jót neki, mert elpusztul. Nem? Az lenne jó, ha most barom hideg lenne, mert elpusztulna. Igen. Pluszban, 3 fokban, tök jól el van, terjed, mindenkit lerobban. Na most akkor... Na ez az. Na, májusban jön, májusban indul az egyenlítő környék, és most érjük. Mondom, én szerintem Kínából elindul valamikor szeptemberben. Ezt a Kínát, ezt te honnan szedőd? Ezt tényleg azt mondják, hogy ezek a nagy influenc... Hát ott azért van 1 milliárd ember, és igen, állítólag Kína az egyik ilyen nagy góc, ahonnan elindulnak a világba ezek a vírusok. Elindul onnan, bepakol, szeptemberbe, és hosszú onnan az út azért egy vírusnak. Gondold, de milyen kis picike, mire ő ideér? Csak ez, csak jön, kopogtat a határon, itt vagyok. Sosan megszeretem ezt a vírust, ugye, amit beszélsz róla, hogy milyen cukkere, hogy a hátizsákjával túrál. Gyerek, azt mondják, hogy már Spanyolország, már Franciaország, már Szlovákia, ahogy tehát jön, hogy lokalizálják, halad. Hogy jön. Akkor ennek van egy eleje, ahonnan elindul. Így van. Hát ott kell megfogni. Ott kell karantén, ki. Lezárni az egész ország. Hát ott kell megfogni. Hát, egyébként logikus kérdések. És fél hét, ahogy szoktuk, és fél hét van. És már megint. És jövőre már megoldottuk az influenzát, de nem így van? De. Hogy ugye mondják, hogy már Szlovákia, már Ausztria, tehát bár riogatnak, ok, olcsál. Búrát az országot, tudod, volt az a sorozat. Búra. A búra. Fogják meg őket. Rátenni egy búrát, kész. Igen, megkérdezzük. Ezt mind megkérdezzük majd 7 óra után, mert van egy csomó dolog, amit az ember nem tud. Halljuk, hogy jön, pusztít, itt van, de teljesen banális, alapvető hétköznapi dolgokat az egyébként az ember nem tud, hogy tényleg hogy zajlik. Hogy zajlik ez? Ákos, mi újság nálatok még egyben? Én még egyben, igen, gyerekek, ez a gyerek, ez olyan, mint az új Star Wars, hogy majd jön.
úgyhogy nem tudok vele mit kezdeni. Nem lehet, hogy nem, lehet, hogy nem terhes, csak így, valahogy egy dinnyét csempész a hasába. Vagy meg akar fogni, vagy valami kamuval ember, fia, nem lehet, hogy fia, mi ez, hogy majd jön, nem jön, hát ez már meg kéne, már ki vagytok író. Nagyon-nagyon jól érzi magát bent, az a probléma, hogy bent már azért szűkösek az erőforrások, úgyhogy most visszajárunk naponta, mindenféle gépeket rákötnek, és akkor úgy tűnik, mintha... Van ez a bába koktél. Az hallottatok róla, nem? Nem tudom, hogy megindul a szülésztől. Megindítod, ja. És mi van benne? Hát valami csúnya dolgokat raknak össze. Hát most már az, ugye ez az oxitocin, de ezt régen otthon csinálták falun. De mi ez a 10 dekatorba, három frankfurti virsi, meg egy kis gyömbér, meg egy kis majoránnak? Mindenféleképpen 3 cent pálinka van a végén. Gondoltam. Van ilyen, tehát vannak bizonyos ételek, amik ugye a gyomorban még összehúzódást okozhatnak, és a gyomorban is, ugye, mint a vérzés, a többi, tehát a mérbőséget. Ez is megy, már én is iszom, hát ha segít, semmi nem történik egyelőre. Nagyon rossz. Szimpátia terhes vagy te is? Abszolút. Megvan az előtejed? És megvannak a fájások? Figyelj, addig, amíg benn van. Tehát ilyen influenza járványban egyébként meg látogatási tilalom van. De igen, az is bemenni. Van. Az is van. Én még beslusszoghatok mögötte. Tehát az úgy rendben van. Most már nem tudom, hogy a rokonsággal mi lesz. Semmi, ne látogassák, ne menjenek be. Figyelj, egyébként ez a rokonság. Ez nem is értem. Hát, nincs szükséged. Anyukaként szükség bent nincs rá szükséged. Sőt, tovább megyek. Ha nincs baj, és nem nagyon beteg a gyerek, akkor otthon sincs szükséged arra, szerintem, még akkor is, ha 2 gyerek van, tehát ha normális a 2 gyerek, az egyik már óvodás, hogy ott üljenek, érted? Ha az anyuka azt mondja, hogy gyere, mert beszélgetni, akkor oké, de azok az anyák és anyósok, akik kéretlenül oda mennek egy család nyakára a szülés után, azt kikérem magamnak. Érted? És, nem? És te nem csak, hogy mert ha azt mit tudom én, a lányod szül, vagy a menyed, és látni akkor, nem kell, 8-10 megérkeznek, mintha lemaradnának valamiről. Tehát az elkövetkező... Kis vágott körablakon a fejek. Mutogatod, hogy az elkövetkező egy évben még egy csomószor meg tudod nézni. És tehát, van egy csomó olyan kórház, ahol nincs is az anyukával a gyerek legtöbbször, csak szoptatásra kihozzák. Nyilván minél többet vannak együtt, az tök jó, de amikor együtt vagy, akkor a gyerekeddel akarsz lenni. És ott ül a 8 rokon. Na hát, szoptasd már meg! De nem, ne haragudj, de tudom, hogy rokon vagy, de érted, ez a mi kettőnk magánügye. Hú, igen, az annyi szóra lesz még ebből neked. Fú, de fogod szeretni. Viszont jó helyre mentek. Igen. Mi előszültünk ott nektek. Igen, abszolút. Jó, szeretni fogjátok. Nagyon, nagyon doki kis jó arcok, mindenki jó. Ez egy jó kis jó. Van kis már márvány tábla? Van, persze, szobor is van. Nagyon jó. Na, akkor megnyertük a hetet, nem is kell mondani. Meg 3-0. Mert csütörtökön hátradőlhetünk. Bizony. Hagyjuk a fenébe a játékot, zenéljünk akkor helyette a gyerekek. Ennyire puhányok a hallgatók, hogy mi már csütörtökön hátradőlhetünk. Hétfőt akkor... kinyírta, te keddet kinyírtam, én tegnap megint én játszottam, kell 3-0. Ennyi. Gyerekek, ennyi volt. Jól van, azért, ha valaki még szépítene, jelentkezze játékra, jó? 7:30 múlt pontosan 3 perccel, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 7 perc van pontosan, 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Bize belterületén a 68-as úton fotókat gyűjtenek, Simó küldte nekünk, nem mérnek a 31-esen. Norbi valószínűleg végigjárt az egész 31-eshez, én bátran kimeri jelenteni. Az M3-as 130-as kövénél már nincs torlódás, ez pedig Gábor küldte nekünk, köszönjük. Szépen a bába koktél receptje, 2 deci narancstév, 1/2 deci vodka és 1 deci ricinus olaj. És akkor ettől megindul? És attól megindul, igen. Ákos, ezt írt föl, ha nem sikerül. Mérnek a rendőrök az M7-esen a fehérvári pihenőnél? Ezt is SMS-ben kaptuk, úgyhogy mindenki ott is vigyázzon, és menjen egy picit lassabban, mi pedig játszunk. Itt van már is a 7/4. Játékosa. Ja. Szia Balázs! Fedjöget! Kicsit arrébb nyomtam, igen. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, egy vidám lány. Hello, Szilvi, honnan hívtál minket? Sziasztok, Kecskemétről telefonáltam. Kecskemétről, ott élsz, ott dolgozol. Hát Kecskemét mellett élek egy településen, de Kecskeméten dolgozom a megyei kórház élelmezési osztályán.
Az élelmezési osztályon. És jó a kaja? Vagy hasonló a más kórházokhoz lenne? Nem, én úgy gondolom, hogy nálunk sokkal jobb, mint más kórházakban. Igen. De szeretlek, hogy így véded a kis cégedet. Tehát nálatok... Nem védem, ez az igazság. De akkor jó a kaja, az ez jó. Nem úgy van, igen, hogy központilag van meghatározva, hogy mit kell adni, vagy neked csak a keretet mondják meg, hogy egy betegre mennyi van naponta, és aztán abból ti azt csináltok, amit akartok. Így van. Uh-huh. Tehát egy... Van egy norma, és akkor abból mi főzünk. Ugye uh-huh. a diétások összeállítják az étlapot, és az alapján főzünk. Mennyi most egyébként? Mennyit kaptok egy betegre? Csak úgy kíváncsiságból. Hát ezt én most pontosan neked nem tudom megmondani. 6-700 forint. Hát napra? Még az ala, igen, 6 körül. Ez nagyon kevés. 5 étkezés. Atyés, hát ez van, macskosajt meg üres zsömle, tudom. Igen, ez de nálunk nem csak az van. Nálunk azért van finom felvágott, mellé mindig van valami zöldség, paprika vagy paradicsom. Az jó. És aztán csokis macskosajt. Az emlékeztet? Mesesaj. A mesesaj, fú. Szilvi, kivel szeretné játszani? Hát veled, ha megérkeztél. Meg, ha már kívül. Na ezt vártam, ezt a ma. Hiszen hárman betegek otthon. Mit csináltál? A hajam, a hajam égnek áll. Tévét néztem, el voltam, megnéztem, hogy 6 sorozatot, gyerekek. 8000 sorozat van letöltve, egyiknek se tudok nekiülni, mert nem, egyszerűen nem képtelen vagyok, igen. Na nem baj, Szilvikém, esünk akkor egymásnak, jó? Felkészültél? Jó, hát fel. Feri? 3, 2, 1, tessék! Na itt vagyok. Szeretnél kérdezni, vagy kérdezek én? Hát kérdezek. Kérdezzél. És hogy viselted a tegnapi napot? Jól. Mi volt a dolgod? Jól, figyelj, minden, amit ilyenkor egy szülőnek meg kell csinálni, patikába menni, kaját szerezni, ápolni a gyereket, lázat csillapítani, vikinél. De jó, irigy vagyok a feleségedre, én is egy hétig döglöttem otthon, de az én párom sajnos dolgozott. Igen. Nekünk is van 2 csemetünk. Igen. Igen, Balázs. Jézus, atya, úristen, szép pocsi. Jézus. Köszönöm. Atya úristen, milyen játék volt. De ügyesen játszottál, Szilvi. Úgy vagy. Köszönöm. De azért vicces, mert amikor hosszan beszéltél egy 10 másodpercet, gyönyörűen elmondtad. Gyönyörűen. Igen. Kapituláltam. Szilvi, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm, és jobb ulást kívánok mindenkinek. Köszi, köszi. Ügyes voltál, te megérdemled. Köszönöm, köszi szép játékot. Napot. Ciao. Szia. Hello. Hello. A vizes zsemle megzavart. Nem lettem jobb ebben a játékban egyelőre ezen a héten, bár a hétfő jó volt. Kapaszkodjunk abban, ami elmúlt, azért az elmúlt egy hónapban igen. Nyomorúságos mentegetőzés ez, de most így igen. Nem, ez egy ajándék a hallgatóknak, Szilvének, aki átérte a betegséget, és mindig ilyenre oda tesszük, hogy 7 darab nyerthetünk van. Igen. Azért azt nem árt elfelejteni. 3 perc múlva 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri! Hello! Jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk. Járosunk még mindig beteg. Igazából hétfőn megy kontrollra, úgyhogy hát ez egy hosszú szünet neki. Mi pedig már újra élőben vagyunk, ugye tegnap volt egy nap kiesés, nem betegség miatt. Te itt voltál, én sem voltam beteg, csak ügykezelni kellett otthon a beteg családot, ezért nem tudtam bejönni, de itt vagyunk, és egészen jól bírjuk, kicsit megdicséretjük magunkat. Mindenki körülöttünk lerobban, de mi még álljuk a sarát. Hát tegnap, amit kaptatok, egyébként az SMS falon. Hogy puhányok vagyunk? Hogy nézd meg, a Vega meg a Zabos kidőlt, és mondta, hogy nem dőlt ki. Tehát, hogy nem vagyok. Dőlt ki, a család dőlt ki, és ebben az esetben mindenki otthon maradt volna, akinek egy csepesze van, hogy segíteni kell. Tehát nem dőlt ki. Gyerekek, a titok, rengeteg D-vitamin és rengeteg C-vitamin, extra magas dózis. Én ezt szedem, most kíváncsi vagyok, ez tényleg hat-e. Figyelj, elmentél már erre a D-vitamin mérésre? Még nem mentem el a D-vitamin, még nem mentem el, de most már megméretem, hogy tényleg látszik-e a vérből kimutatható D-vitamin, hogy valóban ére valamit egyszerűen, de nagyon magas dózisban szedem D és C, és egyelőre úgy néz ki, hogy egy nap alatt kijöttem a náthából is, úgyhogy egyelőre működik, meglátjuk. A D jó nátha ellen is? Hát a D az nagyon sok. Az minden. Az gyerekek, az csodaszer. Csodaszer, apám, a szedet, az mindenre jó. Tedd a gyerektek, kend a kenyére, tedd a pörköltbe, az mindenre jó. Na nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a hallgatóink. János Somorja és Hanságliget között a főútnál egy édes kis palota Pincsi várja az egyelőre borús sorsát, remélem valaki megmenti. Én a buszon vagyok, így nem tudom, Dóri küldte nekünk. Aztán Budapest felé közlekedőket mérik az M3-ason a 201-es kilométer szelvénél a felüljáró alatt. Ezt Atika küldte, az M1-esen a 41-es kilométernél gumidarabok az úton, egy kamionról levágódott, kikerülhető, de figyelni kell, üzeni Niksó. Valamint M6-os, Bátaszik, Pécs vonal, jól járható, olvad a hószúnyog, nincs csiripelnek a madarak, torokfájás van. Közi srácok.
széna, a WC papír árus. Már mit köszön nekünk a torokfájás? Nekünk tulajdonítja? Vagy hogy elmondhatta, kisírhatta a bánatot. Ja, úgy. Bátaszéken van hó, te mondtad a hó. Látod, ott mi van, egy kis hó. Nem mérnek az M31-esen, és Bize belterületén a 68-as úton fotókat gyűjtenek. Ez Simó küldte nekünk, köszönjük szépen. Nem is mondtam, mit láttam reggel, gyerekek. Valaki egyszem emberként teljesen magányosan áldogált a Lágymányos híd budai oldalán a villamos megállóban. Még ez a terheléses vizsgálatról ott maradt. Hogy ő hogy? És komolyan elgondolkoztam, csak jöttek mögöttem, hogy kiszólok neki, hogy szegény ember, ne! Figyelj, és nem tudom, hogy ott áll-e még, budai oldal, táskával, menetiránynak megfelelő módon, kis kabátban, hosszú kabátban, táska át. Várta a villamos. És várta a villamost. Tök jó. Hogy ő ott meddig várt? Mert ő hallgatta a híreket, ugye hétfőn vagy kedden. Én őt nagyon szeretem. Volt a vizsgálat, és azt mondták, hogy átment a híd a terhelés. És jön a villamos. Akkor jönnie kell egyszer. Akkor vársz 5 percet. Ugye? Tehát van egy lélektani határ, vársz 10-et, de egy idő után már azért nem indulsz el máshol, mert annyit vártál, hogy már gondolod, hogy jön. Most már nem megyek el, mert annyit vártam, hogy már biztos jön. Tehát lehet, hogy másfél órája ott áll a villamos megállóban, és szegények neki nem szóltak, vagy hazajött külföld, és azt mondta, nézd már annyit. De jó fejek. Átvitték a villamost. Hát akkor menjünk haza. Szegényként ott áll teljesen mozdulatlanul, és egy pillanatra azt hittem, hogy rosszul látok, oda kaptam a fejem, és ott állt. Megyek haza, megnézem, hogy ott áll. Igen, de most akkor nem jó, mert ha a te irányodba állt, ugye reggel, tehát azon az oldalon állt, ami veled együtt. Budáról, én úgy látom, hogy Budáról akar Pestre átmenni. Aha, jó, tehát ha hazafelé mész, akkor hagyd a francba, engedd el, de ha holnap reggel is ott áll, akkor viszont vidd el egy darab. akkor megállok, hogy fiatal nyertél. Szegény, én nagyon szeretem őt, én nem tudom, hogy mit gondol, mire vár, de ha esetleg hallgat minket, ne várjon. Ott még azért elég hosszú ideig nem jár villamos. Na, influenza, hát járjunk ennek kicsit utána, mert sok a kérdés. Nyilván a kérdéseink fele abszolút laikus, de feltesszük azokat, ami talán sok mindenkiben felmerül. Hol van, amikor nyaral? Mi az, hogy elindul? Honnan indul? Mi az, hogy visszahúzódik? Hova húzódik vissza? Spanyolországban van egy háza, az Olasz Rivierára. Miért télen? Nagyon sok megfejtést írtak már nekünk a hallgatóink, hogy miért télen indul el. De azért szeretnénk egy ennél komolyabbat is meghallgatni erről a dologról. Az annál nagyon jó volt ez a kínai, csak érted, onnan mire ideér, és onnan mire visszamegy, az tényleg egy év neki. Tehát ez, hogy a melegben szereti a meleget a vírus, meg az influenza, azt mégse jön nyáron. Tehát tényleg megfejtetetlen. Hogy miért télen van, igen. Aztán azt írják itt a hallgatók, hogy nem télen van, te gyengülsz le télen. De én mégse hallok, ennek ellenére persze, hogy most többen leszünk betegek, mert hogy gyengébb az immunrendszerünk, de mégse hallasz júniusban világméretű influenza járványt. Tehát van a kis influenza, ő felkapja a fejét tényleg, és tudja, hogy most tél van, elindulok? Honnan indul? Fázik. Gazdatestet keres! Gazdatestet keres. Megvan, mert télen érted, még a Rivierán is, a spanyolon, vagy nem tudom, hogy ott van-e ilyen, ott sincs olyan jó idő. Tehát 10-15 fok, az már neki kevés, ezért beköltözik valakibe. És a legfontosabb kérdés, hogy mi ez a mutálódott rohadékvírus, ami ilyen szinten pusztít, és ilyen szinten antibiotikum kúrát kell alkalmaznod, ami egyébként meg nem jó a vírusra. Igen, tehát már nem vírus. Tehát már nem vírus, beléd jön, ő ott mutálódik, két feje lesz, és okoz neked egy bakteriális fertőzést, és régen az volt, hogy 3 nap, ugye erről beszéltünk, kiheverted, túlélted. Most meg mindenki antibiotikumot szed. És 10 nap. Igen. Most a történet. Úgyhogy megkérdezünk mindjárt egyhoz nálunk sokkal jobban. Ne, azért nem mondjuk tényleg, már úgyis hallja, amit beszélünk, hogy ne toljuk ilyen nagyon magasra. Picit jobban ért. Picit tanulta, igen, ezt a szakmát, csak egy 30-40 évet töltött azzal, hogy okosakat tudjon most nekünk mondani. Igen, Dr. Szlávik János infektológus itt van velünk. Hello János, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Köszönöm szépen, hogy a koromra utaltok a 30-40 évre. Már ezt érted úgy, hogy gyakorlatilag 3 éves korod óta csak az influenzának élsz. És akkor most vagy 33. Már gyermekkorodban eldöntötted, hogy infektológus leszel. Na, figyelj, ezt a legfontosabb kérdés, hogy az ember csak, ez egy csalódás, hogy minden évben azt érezzük, hogy ez most nagyon durva, vagy tényleg kimutatható, amiről mi beszéltünk, hogy 10 évvel ezelőtt 3 nap alatt átment rajtad, nem kellett antibiotikumot szedned, nem lett belőle bakteriális fertőzés, és ezen túl voltál rajta. Most hetekig mindenki kornyadozik, és olyan, mintha egyre durvább lenne ez a vírus. Ez igaz? Lehet, vagy ezt figyelitek? Ez most nagyon durva. Az elmúlt 3-4 évben nem volt komolyabb járvány Magyarországon, és most pedig látható, hogy elég sokan betegek, sőt, elárulom, nagyon sokan meg is halnak az influenza, illetve a szövődményei következtében. Arról van szó, hogy az egészségügyi világszervezet mindig előre meghatározza például, hogy az oltóanyagban milyen törzseket tegyen. Most is megcsinálta, csak sajnos benézte, és a vírus
az elmúlt egy évben mutálódott. Tehát az oltás sem véd meg olyan mértékben, mint amennyire kellene. Tehát ezáltal nagyon sok olyan ember is lesz beteg, aki be van oltva. Hát azt olvastam, hogy az oltás most 3%-ban véd, mert hogy tényleg mutálódott a vírus, és egész egyszerűen kis túlzással nagyon semmi értelme nem volt beoltatni magunkat, mert hogy nem az a faj csapott le ránk, vagy nem az a törzs, ami ellen emberek oltattak. Ez vagy az egészen így van, olyan 60-70%-ban változott meg, ezt úgy hívják, hogy driftelt. Tehát az a H3N2 vírus, ami egy évvel korábban volt, és benne van az oltóanyagban, az fogta magát, és egy kicsit megváltozott. De azért ez az oltás azért megismeri a vírust, tehát igazából némi védelmet azért ad, és azt szoktam mondani, hogy az, hogy valaki be van oltva, az nem jelenti 100%-ban, hogy ő nem kapja el, viszont enyhébb lefolyású lesz, szinte biztos, hogy nem fog meghalni, és ami nagyon fontos, nem terjeszti ugye a vírust, aki be van oltva, és megbetegszik, sokkal kevésbé terjeszti. Uh-huh. Semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy az oltás hatástalan vagy felesleges, mindenképpen be kell oltani azokat, akik a rizikócsoportba tartoznak, tehát nem titeket kell beoltani. Hát akik veszélyeztetettek, persze. Kisgyerekeket, idős embereket, betegeket. Játsszunk el a gondolattal, hogy mi hárman most egy-egy ilyen vírus vagyunk, ami influenza vírus. Összeülünk, és azt mondjuk, hogy te hallottad, hogy kifejlesztették a védőoltást, hogy mutálódjunk, hogy átverünk. Tehát a kérdésem arra vonatkozik, hogy hogy gondolkodik ez a történet? Mitől kezd el változni? Mitől kezd el mutálódni? Ő maga tudja azt, hogy már veszélyben van, és meg akarja menteni magát a vírus? De jó lenne ezt tudni. Sokszor arról van szó, amikor az óriási változás jön, emlékeztek a sertés influenza őrületre. Amikor óriási változás van, akkor mindig belép a képbe megint valami állat. Ugye egy sertés, egy madár, egy madárinfluenzától fél az emberiség, hogy milyen szörnyűség lesz. Tehát elkezd keveredni az állatok közötti vírus, és ilyenkor jönnek a hatalmas változások, ilyenkor jönnek létre a pandémiák, tehát az egész földgolyón végig söprő járványok. Na most, ami most zajlik, ez egy kisebb fajta változás. Hát ezt nem tudjuk, jó lenne tudni, de hát az influenza önmagában is elképesztően változékony. Hát mindig újabb és újabb oltásokat kell létrehozni. Tehát értitek, minden évben változik. És hogy van az, hogy tényleg régen 3 nap alatt túl voltunk rajta? Most pedig az ember 80%-ban azt hallja, hogy influenzás lettem, 3 napig magasláz, majd utána már nem tudok mit csinálni, antibiotikum, mert hogy szövődmények lettek, bakteriális lett, és az ember azt hallja, hogy 10-ből 8 ember már antibiotikumot szed az influenzára. Vagy arra, ami egykoron influenza volt, aztán a szervezetében ez átalakult. Ez se volt így régen, nem? Nem. Ez inkább az én időmben szindróma. Nem, ez ugyanúgy zajlik. Talán kicsit többet beszélnek róla. Talán kicsit több ember fordulhat ma már a nyilvánossághoz, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. Tehát elég ritka volt akkoriban a betelefonálós rádiós műsor, úgyhogy én azt hiszem, hogy inkább csak a beszéd. Maga a vírus nagyjából ugyanolyan betegségeket csinál. Egy biztos, hogy sokkal több 65 év feletti idős beteg ember hal meg idén influenza következtében, mint az elmúlt 4 évben. Én nem akarok öled vitatkozni, de tényleg régen 3 nap. 4 nap. Most nekem bárki van a környezetemben, 1 hétig, 1,5 hétig van olyan szinten rosszul, hogy nem tud fölállni. De azért régen nem tartott ez 1 hétig, 1,5 hétig, 2 hétig. Hát és pont te mondtad, tehát, hogy egyre többen halnak meg benne. Hát ez is azt támasztja alá, hogy akkor ez durvább. Nem, ez az oltás miatt. Tehát az oltás kevésbé hatékony, és a szövődményekben sajnos egyre többen elkapják, és egyre többen halnak meg. Durvább, egyetértek veletek, durvább egyébként. Tényleg ez így van, de azért ez már gyakran előfordult az elmúlt évtizedekben. Tehát most egy elég súlyos évben vagyunk, hogy az elmúlt 3 évben hozzászoktunk, hogy az influenza egy ilyen kis lájtos, könnyed betegség, és ugye ilyenkor jövünk rá, hogy hát nem is ennyire lájtos, és az, hogy az oltás idén úgymond egy kicsiket elrontották, ez nem jelenti azt, hogy a következő évben nem kell mindenkit beoltani. Te nagyon tolod ezt az oltást, nagyon tolod, mi van, kicsi apró borítékokat kapsz, vagy mi van? Vannak olyan országok, mindig ide magyarodunk vissza, hogy oltás, ez hihetetlen. Figyelj, vannak olyan országok, ahol az emberek elképesztően egészségtudatosak, és a magyar 15-20%-os átoltottsággal szemben ezekben az országban elérik a 60-70%-ot. Mérges vagyok. Tehát ha van egy olyan dolog, ami megvéd minket a betegségektől, akkor tessék alkalmazni. Aha. Én meg viszont azt mondom, hogy ha nem vagyok veszélyeztetett, én inkább leszek egy hétig beteg, én nem oltatom meg magam. Most ahogy ti ne oltassátok magatokat, legyetek betegek. Kicsit elengedtél bennünket. Figyelj, mikor indul el? Vagy meséld, hogy ez északi félteket, déli félteket, tehát nyáron miért nincs? Ezek nyilván teljesen hülyek, kicsit direkt laikus kérdések, de hogy van ez, hogy egyszer csak ő elindul? Honnan indul, hova húzódik vissza, mi történik, amikor nincs nyár? Miért nincs a közben a meleg, tesz neki jót, miért mindig télen éri, de hogy van ez? Ezt az ember nem érti. Nagyon egyszerű, hát ugye látjátok, nagy iskolás gyermekek között terjed. Mindig
ők azok, akik között ugye a legtöbb beteg előfordul, hát nincsen nyáron iskola. Ráadásul a déli széltekén ugye télen szeret terjedni a hideg, ugye a megfázásokkal, a szövődményeivel, logikus, hogy azt szereti, hogyha hidegben az emberek ugye megfáznak, és az ugye télen fordul elő. Egyébként változtatja ugye a földgömbön a helyzetét, nyáron a déli széltekén van, télen az északi féltekén. Ezért szokták megállapítani a törzseket is, ugye, ami nyáron a déli féltekén volt, valószínű az fog fölülre. Tehát ő a hideget szereti tulajdonképpen? Igen, de mindig itt van. Tehát, hogyha néznénk az embereket, akkor nyáron is lennének influenza megbetegedések, csak őrült ritkán vannak. Télen ezek felszaporodnak is, ezért van. Gyengébb az immunrendszer, plusz ugye nincs a nagy terjesztő réteg együtt az iskolások. Így van, hát ugye az iskola, ugye mikor indul, amikor visszamennek a gyerekek a téli szünetből. Magyarországon jellemzően, ez ugye január-februárban zajlik, lassan egyébként vége van, még egy-két hetet kell kibírni, és vége lesz. És lesz egy ilyen nagy hullám még a végén, mert ez mindig elő szokott fordulni, hogy ugye beüt, elindul, picit csendesedik, és az utolsó, a kihalás előtti pillanatokban még az influenza egyet odavág. 8 felé mutálódik, igen, és akkor még odavág. Hát ott vagyunk, majdnem 100 000 volt az elmúlt héten a orvoshoz forduló száma, ami hatalmas szám az elmúlt évekhez képest. Tehát ti is jól látjátok, hogy rengeteg beteg van, rengeteg beteg. Na mi, és akkor még egy dolgot meséljél nekünk. Van az influenza, ami ugye vírus, amire nem jó az antibiotikum. Mi történik akkor, amikor a negyedik nap elmész az orvoshoz, mert már nagyon eleged van, és azt mondja, hogy hát akkor egy 10 napos kúra. Hát erre megint mit mondjak én, mint infektológus. Tehát én abszolút amennyire az oltásokat szeretem, annyira ellene vagyok a felesleges antibiotikum kezelésnek. Az influenza vírus fellazítja a légutakat, ezáltal a baktériumok sokkal könnyebben jutnak be. És ebből kiindulva nagyon sokan feltételezik azt, hogy 3-4-5. Nap után, hogyha az illető lázas kölyök, akkor valamilyen bakteriális fertőzése van, és gyakran adnak antibiotikumot. Jól meg kellett gondolni, meg kell nézni a beteget, meg kell vizsgálni, és akkor kell eldönteni, de nem automatikusan, nem, soha nem automatikusan kell antibiotikumot adni. Hallottátok, Indiában vannak már olyan baktériumtörzsek, amire bármilyen antibiotikumot adnak. Igen. Pont ezt akartam mondani, hogy igen, én is olvastam ezt a cikket néhány héttel ezelőtt, hogy azért veszélyes, mert a sokszor adott antibiotikum egyszerűen hozzászoktatja őket, és már rezisztensé válnak. Tehát előfordulhat mondjuk 10 vagy 15 év múlva egy olyan bakteriális törzs, amire egész egyszerűen nem hat az antibiotikum, és úgy, mint a spanyol láthatóan, hogy elkezdenek nagyon sokan belehalni, és nem lesz ellene ellenszer? Az a baj, hogy a gyógyszergyárak leálltak az újfajta antibiotikumoknak a tesztelésével és a kifejlesztésével, mert úgy gondolták, hogy ma már elegendő az, ami a földön van, úgyhogy most őrülten elkezdtek dolgozni újabb és újabb antibiotikumon a rezisztens törzsek ellen. A jó hír az, hogy dolgoznak rajta, úgyhogy pár év múlva ebből már nem lesz probléma. Ők Indiában össze kell kapni magad, ha túl akarsz élni, érted? Ha ott vagy baktérium, azért... Ne végeztes plastikai műtétet Indiában. És egy csomó indokot tudok még mondani, hogy mit ne csináltassam. Van olyan ismerősöm, aki elment egy 3 hetes indiai kurára 4 évvel ezelőtt, és még mindig nem tudnak rájönni, mi baja van. Tehát, hogy nem, olyan törzseket, olyan dolgokat hozol haza, hogy itt Európában egyszerűen, hogy fogalmuk nincs. Tehát, hogy effektíve fogalmuk nincs. Igen, de ugye a trópusi betegségekkel is foglalkozom, hát elég komoly gondokkal tudnak hazajönni. Eszükbe se jut kiutazás előtt, hogy olyan területre mennek, ami azért egy kicsit különbözik a magyar klímától. Te egyébként, mint infektológus, mit csinálsz? Tehát van valami koktél, amiben te hiszel? Hogy azt mondod, hogy magas D-vitamin, magas C-vitamin gyerekek, meg vagyok, 5 éve nem voltam beteg. Vagy azt mondod, hogy ha valakinek ezt el kell kapni, akkor bármit ehet, ihat, egyszerűen nem tudsz ellene védekezni. Az utóbbi, ugye. Ha a D-vitamin védene, akkor szerintem az elmúlt néhány 100 évben rájöttek volna, és az egész emberiség D-vitamint enne, és nem lenne beteg. De ezt nem azért egyet nyugodtan, csak úgy mondom. Na tudom, ne egyek D-vitamint, és oltassak. Hagyjuk a D-vitamint. Tehát nincs neked se olyan, hogy mit tudom, napi 3000, mit tudom, milligram C-vitamint, X D-vitamin, ilyen tea, és ezzel te megvagy. Egy kiló citrom héjastól. Az a baj, hogy én annyi beteggel találkozom egy nap, hogy az gyakorlatilag egy városnak is elég, úgyhogy ha nem elég beoltva, bármilyen is elkaphatom, tuti, hogy elkaptam, és ezért teljesen védtelen vagyok. Ja, hogy te oltatod magad. Aha. Így van, természetesen. Neked kell is, kötelező, nem? Így van, hát akik betegekkel foglalkoznak, pláne immunhiányos betegekkel, tudjátok, én szegény étesekkel foglalkozom, nekem ez muszáj. Kézmosás segít az átlag embernél? Mert abszolút. Itt most már olyan sztorik vannak kézmosásban, te, hogy egyesek felesége éjszaka megmossa az alvó férje kezét. Egyébként igen. Ez a feleségem, ez a konkrétan a feleségem, igen. Nem úgy terjed, mint a kanyaró, hogy egyet üsztent tesz, és a metrókocsi úgy, ahogy van, megfertőződik. Tehát az influenza azért jóval alacsonyabb a fertőzési rátája. Itt inkább arról van szó, hogy a gyerekek, ugye arról van szó, iskolás gyerekek, óvodások, akik a szájukba nyúlnak, szemükbe nyúlnak,
fertőzött eszközöket, játékokat tapogatnak, viszik át egymásnak. Tehát tényleg a kézmosás a megfelelő higiénia véd. Illetve nagyon sokan azt csinálják, hogy a felnőttek beoltatják magukat, és akkor nem kapják el a gyerekek tőlük, persze a gyerek elkapja az iskolában, meg az óvodában. Ha. Szép egy ilyen vírus, ha belenézel a mikroszkóba, hogy látható ez így? Ezek olyan gyönyörűek. Olyan gyönyörűek? Szépeket tudnak csinálni róla. Tényleg szépeket? Nem olyan csúnya, mint az ebola, tehát olyan giriszta, hanem ez ilyen szép, kerek, színes. Jó, tudom, hogy az ebolára is csak azért mondod azt, hogy csúnya, mert ezt kell mondani, egyébként bepisílsz a gyönyörűségtől, amikor belenézel a mikroszkóba, és ott néz veled szembe, tehát te, mint infektológus, gondolom, hogy például, erről már beszéltünk, egy ebolától is szinte elsírod magad a gyönyörtől, hogy belenézheted, ott van, és látod, nem? Hát azért ez nektek... Mostanában nem beszéltek róla, pedig ugyanúgy van még ebola járvány, csak most már nem. Hát én nem lett akkora, ugye, amekkora, hogyha egy mondatot erről beszélhetünk, amikor mi ugye pont kint voltunk Afrikában, előtte indult el a nagy szóresz, és akkor azt mondta mindenki, hogy ez világméretű lesz, de legalább kontinensnyi. Na most ahhoz képest megállt, vagy nekünk nem jók az infóink? Megállt, sőt már lassul. Hát azért ugye ehhez szoros kontaktus kell, vagy hullát kell csókolgatni, szóval azért annyi hullát nem lehet csókolgatni, hogy egész kontinens kipusztuljon. Én szeretem ezeket a WHO által felbecsült számokat, tehát honnan tudják, hogy egy afrikai kicsiny város mellett egy kicsiny faluban még hány halt meg? Tehát ezek annyira ilyen megközelítő számok, nem? Hogy pontosan meg se lehet mondani. Tehát hát, amikor nem veszik fel a mobiltelefonját egy-két hétig, akkor már gyanús, hogy az illető. Igen, jó, nem ment el a vasárnapi piacra kecskét árulni, igen. Exaktvérés, tényleg. Na jó van, hát János, köszönjük szépen a segítséget. Hasznos volt, köszönjük. Elkezdődi járványig, sziasztok. Hello, ciao, köszönjük, doktor Szlávik János infektológusnak, köszönjük szépen. Hát ez az, nem tudsz mit csinálni. Jó, akkor azt mondja, hogy ne járasd iskolába a gyereket, mert elkapja, mossák kezet, D-vitamin, C-vitamin, tök mindegy, de most gyakorlatilag így állunk. Az ő olvasatában, nem? A János olvasatában. Igen. Hogy tök mindegy, a D-vitamin, C-vitamin. Mi az, hogy két hét és elmúli? Mi, hova? Mi a vége? Hova megy? Na, hova? Ki megy belőled? Eltűnik. De most tényleg nézzük már. De gyerekek, ott vagy, elkezded szedni a ízét, vitaminokat, teázol, és megijed a teától. Nem hiszem, hogy egy kamilla teától azért összetolja magát. Benéz a jégek, és kamrádban látja, hogy ott van, igen, a nem tudom milyen házfotel, és akkor összetolja magát. Igen, igen. Na jó van, köszönjük szépen, János, aki bírom jókat mond. Gyorsan nézzük még egy-két közlekedési hírt. A 4-es úton Debrecen és Ebes között van egy trafi, mindenki figyeljen, ez a 214-es kilométernél van, ezt Szeni küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ha a tetves gané főnököm nem vonna le a fizetésünkből, amikor tápénzre megyünk, hogy kigyógyuljunk az influenzából, akkor talán nem jönnék be betegen dolgozni, és nem fertőzném meg egymást. Akkor lehet, hogy nem terjedne ennyire. De szeretem az őszíteséget. Azért ebben volt indulat. Igen. Influenzás, egyen almát. Az mindenre jó. Hát te szoktad mondani, minden nap egy alma és a doktor alma. Igen, egyébként tényleg így van. Igen, azt mondja, hogy... egyéb zabot. Látod, Feri? Lókolbász, öcsém, azt minden megvan oldva. Abban van zab a lókolbászban, hiszen a ló ugye zabot fogyaszt. Igen. Tudod, mi sírnék nagyon, ha egyszer Gábor fölhívna bennünket itt csütörtökön. Hogy nagyon beteg? De látod egyébként, hogy nem. És nem. Basszus, jól van. És nem. Egyébként jól van. Igen. Fél 80 pontosan Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket. Ha valaki szeretne Óven bácsival játszani és Berunénivel, akkor írjon nekünk SMS, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 7 perc múlva. Szép reggelt kívánom mindenkinek! Trafi van a 44-es úton a 89-es kilométernél, Abdul küldte nekünk, valamint az Ady Endre úton a 19. kerületben is van egy trafi a város felé, az Europark előtt, ez Balta küldte. Balta, nagyon szeretem ezeket a neveket. Abdul és Balta. Igen, valaki azt írja, imádom ezt a gyógyszerlobbit, nagyon kevesen tudják, hogy van egy természetes anyag, ami antivírus hatású, ez a propolis. A méhek állítják elő, már a középkorban is gyógyítottak vele, nézzetek utána a neten, nem csodaszer, de rendkívül hatásos. Van, ahol már 50%-os tinktúrát is be lehet szerezni. De szép, Csaba. Szóval tinktúra, az amikor Csaba alkoholban. Igen, az úgy készül abszolút. Egyébként tényleg jó. Na, mondtad, hogy mondani akarsz valamit. Tegnap kérlek szépen vásárolni voltam, egy új mozgalmat kéne indítsunk, a szakembereket minden boltba típusút. El kellett mennem egy olyan nagy boltba, ahol felújításhoz, festéshez lehet kapni dolgokat. Újítjátok a kamrát? Figyelj, már nem bírtál a sonkákat, meg a kolbászokat, ráadásul tényleg ilyen két marha nagy konzolt kellett vennem, amire egy 100 kilós cuccot kell föltenni. Húzaszkodni akarsz?
Hát 100 kilósat az aztán, hogy magadnak csinálsz akkor 150-ig kellett volna ezt a konzolt megvenni. Megveszem a konzolokat, és lesétálok arra a részlegre, ahol vannak a dűbelek és a csavarok, ugye a dűbel, amit a falba beteszel, és abba behajtod a csavar. Na, állj meg egy pillanatra. Mi az a 100 kilós dolog, amit föl lehet rakni? De ekkora sonka nincs, ekkora kolbász nincs, 100 kilós dolgokat akarsz felkezdeni, azokat összesen nincs 100 kilónak a lakásomba, bármi, amit föl lehetne akasztani. Mosógépet teszel a falra? De az sem, az sem ennyi. Milyen 100 kilós dolgokat akasztasz te fel egy társasháznak a negyedik emeletére? Egyelőre maradjon ez még titok, hogy mi az, amit erre rákerül. Élő disznót nevesz már az erkélyen, és oda akarod fellógatni? Látod, egymás fölött lesznek a disznók. Ja, állítólag vágtak már disznót a Havannán. Meg tartottak lovat a 8-on, igen, nem tudom, hogy ez legenda vagy nem legenda, állítólag ez megtörtént. Na mindegy, hogy 100 kilós dolgokat kell fellógatni, igen. Van, oda mentem az emberhez, hogy legyen kedves segítsen, mert én nem vagyok egy nagy műszaki ember, befúrni be tudom, de mondja meg, hogy mi kell hozzá. És ingatja a fejét a fiú, már hogy megyek felé a két izével, a két ilyen szerkezete, ingatja a fejét. Mondom, jó napot kérlek, ne haragudjon, meg tudnám mondani, hogy milyen csavarokat. Tovább ingatja a fejét. Mondom, elnézést, tud beszélni? Elnézést, maga magyar? Igen, tudok, nem én vagyok az illetékes. Ott állt a sor végén, tehát a polcnak a végén, ahol ezeket a csavarokat árulták. Hát mondom, tesó, jó van, akkor kit kérdezzek meg? Ott áll fönn a mester. A mester egy létra tetején állt, és valamit rendezgetett. Fölül fölkiabálok nekem, hogy jó napot kívánok, kéne segítség. Lenéz rám, tovább rendezget. Mondom, ne haragudjon, tényleg kéne segítség. Lejött, mondom, hogy mit kéne megvegyek ahhoz, hogy ez ne szakadjon le. Na most azt képzeld el, hogy... Mondja, hogy Rákóczi úr inkább fekvőtámaszozzon. Nem mondtam? Hagyja a francba, ez a húzózkodás, 100 kilószak, inkább nyomja a fekvőtámaszt. Igen, és magának egyébként se 100-as kell, hanem 150-es. Igen. Tehát nem 100-as kell. Letolt a szemüvegét, így rám, jó, menjünk Adán Pancsot. Volt ceruza a füle mögött, és kertésznadrágban volt, ez a klasszik? Igen. Ugye ilyen, tudod? Igen, ahogy mondom. Ceruza a fül mögött, kertésznadrág, és finge nincs semmi. És a colstok az így kilóg egy kicsit a felső. És kérdezel kettőt, és fogalma nincs, és néz rád, milyen. Igen, megvan ez a típus. És elkezdi a ceruzát babrálni a füle mögött, és a másik füle mögött pedig egy cigicsík volt betéve, hogyha véletlenül ki lehet menni. Odállunk a polcra, és ilyen nagyon szépen meg van csinálva, hogy ami zöld színű dobozos, az kis súlyokra van, tehát 10 kilóig. A sárga az mit én? Odáll a zöld doboz elé. Mondom, ne haragudjon, uram, biztos én nem tudok olvasni, de ide az van írva, hogy 10 kilóig jó a történet, nekem meg egy ilyen 100 kilós cuccot kéne föltenni. Rám néz a csávó, na de uram, egy konzolon 3 luk az 30 kiló, két konzol az már 60, ha vesz még 4 konzolt, akkor meg lesz a 100-as. Tehát 4 konzolra tett föl azt, amit egy konzolra föl lehetne? Hát kettőre kell föltenni. És vegyél több konzolt, mert eloszlik a súly. És mondtam neki, hogy ön egész biztos, hogy félreért engem. Ez a kettő darab rohadék konzol van a kezemben, és nem is lesz több. De hogy nem lehetne, hogy kitalálj... Bácsi, nem volt a helyzet magaslatán. Na, átmentünk a pirosokhoz, ott az már kibírja. A konzol vastagsága 3 mm, csak mondom. A dűbel, amit betesz a falba 6 centi, ebből 2 centire kilóg a csavar, és ezt a kezembe adja, hogy ez jó lesz. Mondom, ne haragudjon, nem fogja oda a falhoz ez a rohadék izé csavara. Biztos, hogy valami kisegítő osztályon voltál? Vagy nem, nem, ez egy rende, ez egy ilyen nagy bolt, ahol lehet. Azt mondja, majd tesznek alá tétet. Másfél centit ebbe? Jó. Ezt visszatettük, lebeszéltem róla, ekkor voltunk 40 percnél, már mindenki... Jól elbeszélgetetek, a két szaki, ha találkozik. De nem akartam elbeszélgetni, és az volt a legjobb, hogy a többi vásárló, ott mellettem egy ilyen hasonszörű fiú pár évvel idősebb, vagy fiatalabb, bocsánat, mint én, és az így megingatta a fejt, és így mondta, hogy engedd el, majd segítek. De mit csinálsz te, amire 100 kilót fel akarsz lógatni? Hát ez a nagy kérdés. Bilincset is vettél, mert akkor van egy tippem. Tehát, hogy esetleg moziba voltál, megnézted? Én nem láttam a szürke 50 árnyalatát. Orzsá láncolok a radiátorhoz fel, húzlak itt egy csigával a szádba, meg egy biliárgója, aztán építitek a szobát, mi? Figyelj, ez történik, láttad, tudod, a filmet. Diszkógömbön van, azt tudod, hát az marad benne. Apa, mit csinálsz? Építjük a szobát anyádnak, rágerjedt az új filmre. Kicsit átalakítjuk a szobát, gyerekek, ide most már ti nem jöhettek be. Értem én, szóval sikerült becsúsznatok egy moziba, vagy Béka megvette a könyvet, és mondja, Ferikém, az olyan jól lenne, hogy lekötöznél engem is, nem? Mondta hát neked. Azért már túl vagyunk az ilyen alapfokon, hogy lekötözés, meg a hasonlók, most már kell egy kis fejlesztés. És akkor valóban erre kell a dolog. Még egy csavar csak benne, hogy amikor a következő polchoz nyúlt az emberünk, egy olyan csavart adott, ami átesett a lukon, a konzolnak a lukán. Fú, bácsi nem volt ügyes. Tehát nem. Bácsinak ez az első nem. napja lett. Ő az, hogy a tapéta osztályról jött át. De akkor miért átrakták, és ez volt az első napja. De akkor miért nem mondja azt, hogy uram, ne arra, hogy nem tudok segíteni. Dugják össze a fejüket itt a többi vásárlóval. Én ezért utálom ezeket a rohadt nagy áruházakat, mert 10 percig keresel valakit, aki ráér.
Tehát én már mikor elmegyek egy ilyen áruház, a szorongok, hogy kit találok, aki ráér, és a tapéta osztályon találsz valakit, aki hülyén néz rá, hogy ő nem megy át a csempe osztályra, ő a tapéta osztály, 8 perc azzal telik el, mire megtalálsz egy embert, aki tud neked segíteni. Hát és aztán valószínűleg az is, hogy az sokszor félbolond. Igen, tehát fogalma nincs semmiről. Igen, ő szegény nem nagyon tudott. Nem nagyon tudott. Ilyenkor jön, hogy odáll a számítógéphez és rosszasan. És tudod, az a fajta volt a csávó, aki így nagyon sokáig próbál megsegíteni, hogy azt tűnjön föl, hogy ő most gondolkozik. Te hidd azt, hogy ő ért hozzá, csak de neked te a legjobbat. És látod, hogy teljesen hülye. Persze, hogy fogalma nincs. Fogalma nincs, úgyhogy egy órát körülbelül sikerült 6 darab ilyen csavarral eltölteni, de megvan a csavar, és fönn van a cucc, és... És mondta a Béka, hogy Feri, hát nagy ez a biliárdgólyó, nagy, de valahogy csak bemegy a számba. A biliárdgólyót mindig én használom. Fura ez az állat, fura ez az állat, de akarod, felveszem. Aha, na és milyen a film, jó? Mert ezek után értem, hogy épül a szoba, de hogy jó a film, jó Béka. A könyv, mert azt hallottam, hogy nagyon soft egyébként, nagyon soft. Találtatok benne valami újat? Nem, én nem néztem meg, nem? Mondtam, hogy én nem akarok lebutulni, de a Béka elment egy barátnőjével, és ők nagyon meghatottan értek haza, és ezután rövid egy órás rajzolgatás után letette az új szobánk rajzát az asztalra. Úgyhogy most azt épít. Muszáj. Húzódkodtál rajta, ez elbírja, igen. Csörlők, csigák, a gyerekek nem értik, hogy mi épül a szobában valami nekik szörnyű dolog. Mondom, hogy edzőterem. Nekik azt mondom, hogy edzőterem, igen. De van egy másik funkció. Mi fura ez, mikor meglátják az anyukájukat, majd a radiátoros bilincselnek. Anya, csináld meg nekünk a mézes kenyeret, mondd meg apádnak, hozza a kulcsot, mert nem tudok. Anyád nem akart edzeni, azért van kibilincselve. Hogy magyarázod ki a gyereknek, amikor megérkezik egy rossz pillanatban? Igen, anyád nem húzockodott rendesen, ezért oda bilincseltem a radiátorhoz. Apa, és miért van piros plüssre bilincsen? Ne vágja a kezét, azért még szeretem. Igen. Tehát én nem tudom, ezeket az eladókat egyébként nem értem. Szóval hogy van az tényleg, hogy van az az eladó típus, aki ezt, ha bemész és kérdezel valamit, szinte személyes értésnek veszi, hogy te megmered kérdezni. Akkor minek megy eladónak? Vagy ha utálja a vevőt, akkor menjen máshova. Megvan az a típus, aki olyan szinten sértetten tud rád nézni, ha te kérdezel valamit. Nem csak barkácsáruházban, bárhol. Hogy az undor, a lenézés, az életutálat, az ott van az arcán. Az első, ami válasz, amit kapsz válasznak. Én értem, hogy nem szereti a munkáját, de hogy miért rajtam tölti ki, aki még nem talál egy 38-as farmert magának. Megyek. Hát mondom, várjál ezt be. Tényleg ne haragudjál meg, hogy megkérdeztem, hogy most hol tudok-e 38-as gatyát nézni. Istenem, nem akartalak megbántani, de segíts már egy kicsit, mert nem találok. És nem az van, hogy van még 5 pillanat. Belül. Tudod, és a pillanat. Hogy át a pillanat, és ebből azt érzed, hogy megbántottad, hogy megkérdezted, hogy jöjjön már neked segíteni egy 38-as gatyát találni. Pillanat. Jaj, és hajtogat, tudod? Nem, ha hajtogat, az még hagyjan. Az nagyon fontos, hogy most élére hajtogat az ingeket, de hogy gyere már, egy szembevő vagyok a boltban, semmi dolgot, mutasd már egy 38-as gatyát. Nem, azt mondja, megyek, és leteszi a telefonját. Nem, ugye, mert éppen sem esezem. Igen, és konkrétan megsértődik. Tényleg utálja. Én tudom, nem jó 10 órát állni egy boltban, meg én sem, valószínűleg én sem szeretném. Jó, de ha már ott állsz, akkor nem. Én arra gondolnék, hogyha bejön valaki, és legalább mutatnom kell neki egy 38-as gatyát, azzal elment 2 perc, és történt valami, nem? Állnak ilyen félhülyén, ilyen oxigénhiányos állapotban, a nem szellőztetett boltban, tudod, teljesen elhűlve, és megsértődnek. Ugyanez a barkácsáruház. Hogy át kell sétálni egyik szegmensből a másikba, rosszul van. Tehát neki nem akar ő a tapétaosztályról elmenni. Oda sorolták be, reggelül a tapétaosztályt húzta, hagyjad őt békén, a kertészosztályon akarsz, mint tudom én, gyomírtót. Ne cseszeges. És azt mondja, és mindig, ők mindig tudják, hogy hol áll a kolléga. Most is azt mondta az első, ott áll a sor, a kisgépes kolléga, ő tudja. Na, én rájöttem, ezek mit csinálnak. Tudod, mit csinálnak? Reggel felveszik a munkát, és aztán bujócskáznak. Tehát a barkács áruházakban az történik, hogy egyébként minden osztályon kellene állni a két embernek, ezek elbújnak. Látják, hogy jön a vevő, nekem fix a ide. És elindul egy ilyen sakkozás, menekülnek előled. Hogy van az, hogy nem találsz 10 percig embert ezekben a barkácsokban? Tudja, hogy bent ülnek hátul és kávéznak, elhiszed? Vagy egymás elől is bújkálnak már, mert... Szóljál Józsinak a tapétaosztályon. Józsi a tapétaosztályon már nincs, mert elbújt. Nem láttam. Mert elbújt, igen. Misi van, nem tudom, a csempeosztályon, ő sincsen sehol. És azt látod, hogy 8-10 ember a barkácsáruházokban üldöz egy kékruhást. Ugye? A kékruhás pedig folyamatosan menekül, hogy ne kelljen senkihez se oda menni, mert akkor rabolják az ő drága idejét. Itt, apa, 1-2-3, ezt lehetne játszani?
Tehát, hogy akkor tényleg csináljuk azt, hogy legyen az áruházban egy ilyen játék, amiért pontot kapsz. Legyen az, hogy mi, hogy a kék kertész gatyás 500 pont, a csempe osztályos 1000 pont, ha megtalálod, akkor 1000 forintot leírnak a számládból. Na, nem? Kapsz egy találd meg Józsit a csempe osztályon 1000 forint. Kedves vásárlónk, szeretettel köszöntjük áruházunkban. Mai játékosaink Lajos a csempe osztályról 500 pontot ér. Józsi a kertész osztályról és tapét osztályról Ferenc. Én értem, hogy a vevők is sokszor nyilván nagyon fárasztóak. De az, hogy bemész 4000 négyzetméteren, és így üvöltöznöd kell, hogy egy kék ruhás jöjjön veled szembe, tud neked segíteni, mert ott állsz hülyén, és fogalmad nincs, hogy milyen tapétát hol találsz, tehát azért az szörny. És mi lett a vége? Sikerült, megoldottuk, ott az a kolléga, mondom, a szintén vásárló kolléga, mint én, így az egyik csavarnál így oda biccentett, hogy azaz, tegyed, az jó lesz. És akkor mondtam, hogy köszönöm szépen. Ja, és várj, a legjobb volt, hogy már le akartam lázni az öreget így a harmadik szetnél. Mondtam, már jó, hagyja csak, majd mi megoldjuk akkor, mert itt látom, hogy van egy vásárló kolléga, és ő ért igen, hozzá. Van a típus, aki nem adja fel. Igen. És utána mondta, hogy de nem, mutatom a következőt. Nem mutasson semmit. Igen, amikor még emésztőnk volt a házhoz, akkor találkoztunk a legérdekesebb eladó típussal, aki egyszerűen nem tudta megoldani a választ, és tudod, mit csinált? Sose fel, állunk a wiki, és azt mondjuk, hogy van egy por, amit ha te bele öntesz a te WC-be, akkor az lemegy az emésztőbe, és az egész részt kitisztítja, illetve ha már befolyik az emésztőbe, most már csatornáztak nálunk, akkor ott elbontja a dolgokat. És mondtam, hogy ilyen port adjon nekem. Csávó állt 5 percig, rohadtul gondolkozott, mondta, hogy ismeri, tudja, fogalma nincs, mi a neve, mindjárt jön. A leges legnagyobb trükk. Tudod, mit csinált? Nem jött vissza. Átunk ott a Wikivel, figyelj, és az, mint az előbb a villamos a sztorinál, egy idő után már azért nem mész el, mert már nem akarod megbántani, hogyha visszajön és ennyit keresett, akkor ne legyél te paraszt, aki elmentél. Negyed óráig vártunk, mire rájöttünk, hogy a csávó nem fog visszajönni. Bement kávézni, tuti. És mondom, tesó, a legnagyobb trükk. A leges. Mondom, figyelj, ha még egyszer találkozom veled, kezet fogok. A legnagyobb trükk. Nem tudom megoldani. Bajban is vagyok, nem tudom, hova. Megkeresem. Keresem, uram. A csávó nem jött vissza. Álltunk, tényleg 20 percet álltunk. Hát a megtalál megoldott. Biztos, hogy egy ideig nem. Direkt körbe mentünk, és végignéztük, hogy keresi-e valahol. Tehát, hogy elment-e, és már olyan osztályokat is végignéztünk, ahol már nem lehetett, felszívódott. Az milyen? Nem, mert elhagytad az őrhelyedet, ő oda ment vissza. Soha nem jött vissza. Másik osztályra. Vagy lejárt a műszak és hazament, vagy beült hátra, és kukkolt ki, hogy nézd a két hülye még mindig ott van. 20 percen keresztül vádunk. Ő a legmelegebb típus. Jövök mindjárt, és eltűnök. És ő még kedves is az elején. Uram, már is hozom, csak egy másik osztályon van. Elmegyek érte, várjanak. Igen. Tehát van az undok, van aki nem adja fel, és követ téged a pénztárig, és azt mondja, hogy ezt még nézd meg, ezt nézd meg, jó lesz. Van a kérdésre megsértődő, és van a legnagyobb életművész. Nem tud rá válaszolni, és felszívódik. De jó, felszívódik. De jó az indok, azt mondja, hogy neked segítek, elmegyek keresni. Hozom mindjárt, uram, várjon itt meg. Nem láttál még két ilyen tanácstalan embert, nehogy mi álltunk. Fogtátok egymás kezét. Fogtuk egymás kezét, mondom, Viki, valami biztos visszajön. Egy idő után meg már mondtam, hogy menjünk már, hallod, nem fog vissza, és Viki, ne bántsuk már meg, hát biztos kell, tudod, a női lélek. Lesz a kezében. Hát most visszajön, és mi meg nem vagyunk ott, maradjunk már. 20 percig álltunk. Azt elsírom magam. Na, nagyon kemény egyébként, igen. Hát, nem egy egyszerű helyzet, igen. Mi lesz a 100 kiló, amit felakasztasz? Hagyja, engedd el. Ha kész van, kész a szoba. Egyszer nem mehetünk át, hogy ti átjöttök hozzánk, még Vikivel átmenjünk a szobába. Nem csináltunk egy ilyet. Bérszobáztatás nincsen nálatok. Más a méretezés, de hát, ha tudjátok használni. Igen, ha téged oda fel lehet húzni fordítva gyertyállásba, akkor engem... Én mondjuk igaz, hülye vagyok. Akkor engem elbír. Lefelé megy. Tehát te fejjel lefelé lógsz, érted? Béka felhúz 3 csigarendszeren keresztül, minket ott az ott megsérez. A Vikitek is maga 50 kilójával, tehát nem úgy, nem a súlyra gondoltam, csak tudod, ha engem lábbal fölhúzunk, és alul pedig még be kell csattantani a bilincset, akkor neked az hozban túl sok. Az nem lesz jó. Na játszunk Kóben bácsival és Benu nénivel, már is itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Sziasztok! Era vagyok. Era. Erika, akkor te az Erikát utálod, ha Eraként mutatkozol be. Nagyon utálom. Annyira éreztem. Igen? Igen. Honnan hívtál minket? Hajdubiharból hívtunk titeket, és egy kis csapat szeretne veletek játszani. Na, hányan vagytok? Négyen. Négyen vagytok. Milyen ez, egy üzem, vagy egy gyár? Igen, egy kis üzem. Mit csináltok? Cukrászok vagyunk. Ó! Oh. Janinak itt már könyvbelábadna. Itt már könyvbelábadna. Könyvbelábadna a személyen. A legnagyobb, igen, vizsgáztatótok nincs itt, ha lehet így mondani.
Jó, szóval, hogy többen játszotok. Igen, többen. Na, nézzük akkor, mit csinál Óván bácsi Berulén. Figyelj, Erika. Szóval a Boom szoftver egyik régi változata? Vagy ez mit csinál? Tényleg, ez egy alap, egy 0-1-es verzió. Igen, analóg, 1.1-es. Analóg verzió. Mutatjuk, mit énekelnek, figyeljetek. Áj, hát egy 4-es csapatnak ilyen könnyűt adni. Nézek a többiekre. Hogy szerettük ezt oda. Lehetne még egyszer? Igen, nagyon röviden, Gyűl, nagyon röviden. Na, ezt találjátok ki. Legyetek jók, ha tudtok. Ne, nem á. Ez tényleg. Számomra értelmezhetetlen volt a zenekar is egy kicsit, meg a dal is. Én ezt doboltam általános iskolában. Nyakamba akasztottak egy dobot, beküldtek az igazgatóiba, és ütnöm kellett a dobot. Az igazgató előtt? Ezt a dalt adtuk elő az igazgatóiba. Megmondták, most üssék kettőt, és ütöttem. Erika, ügyesek vagytok, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Hát, köszönjük. Ki tudta? Viki, a kis cukrászó. Kicsoda? Viki, a munkatársam. Viki? Igen. Jó, ő is kap valamit akkor az ajándékcsomagban? Igen, mindenkit. De szerettem volna bemondani, hogy dehogy kapna. Nem, miért? Ne én telefonáltam, én telefonom, okay, én nem, sem. Nem értem a kérdést, miért kapna? De annyira jó lenne ezt egyszer valaki bemondana. Jó van, mi a specialitásotok? Mondjatok valamit, érdemes benneteket meglátogatni, vagy halálosan kommersz dolgokat csináltok? A diós madártej az most nagyon finom. Jó, hát a kettőtől külön-külön is hányok. Ha ma nem szereted a madártejet, fogadjunk, hogy a fehérjét nem szereted a madártejben. Ez a madártej egy ilyen fura, édes szószert, és a dió, hát a kettőt mondta, külön-külön is rosszul vagyok. Diós madártej? Ez tudatos volt, vagy egyszer beleesett, és rájöttetek, hogy finom? Tudatos volt, igen. Na, hát szeretünk kísérletezni. Kísérleteztek, aha. Igen. Na, de egyszer hajduk Böszörménybe járunk, akkor megkóstoljuk a diós madártejet. Jó. Jó, kész, jól van. Várunk szeretettel titeket. Köszi a játékot. Most leveszik mondjuk az étlapot. De ne vegyétek le, biztos jól, csak én nem annyira szeretem. Köszi, sziasztok, ciao. Hello. Hello. Diós madártej. Nem hangzik rosszul. Na, megy a kettő együtt? Megy, szerintem nem? Igen. Igen, mondjuk a madártejben én is csak a sárga részt bírom, a fehér habot. És az a haba tetején. Valahogy én sem értem. Lehet, hogy azt még a sárga rész egyébként az nem rossz. Tessék? Lehet, hogy azt javították föl dióval. Egy ilyen íztele habot eszel ott végén. Ez rohadt nagy átvágás. Veled vagyok. Igen. Mi van, van Gábor úr? Hát, igen. Nem küldött tegnap semmit. Nézd meg! Nézd! Új Frisco! Új a Frisco! Hát nézd meg! Ki ez a francia tengerészgyalogos Guantanamo-ról? Nagyon komolyan letolatta a sérod. 4 perc múlva pontosan 8 óra, Gáborral folytatjuk Ákos hírei után. 8 óra múlt pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánom mindenkinek, ez itt a Morning Show a Klasszon, és már is megyünk tovább. János még mindig beteg, mi még bírjuk a dolgot, tegnap ugye volt egy nap szünet, az sem betegség miatt, csak otthon kellett maradnom segíteni. János van most a dolog rossz végén, elég csúnyán, tegnap újra írt, mára ő is antibiotikumot kap egyébként, tehát ott így szövődmények, hétfő megy kontrollra, úgyhogy jövő héten, kedden, valószínű először. Hát nem az érkezése, hogy akkor jön majd először. Még visszatapsolhatja a doki hétfőn, mondhatja azt, hogy még egy hét. Még egy hét, János. Igen. Neked egészségügyi pihenőnapod volt, az tök más. Tegnap családot kellett ügykezelni, igen. Három lázas ember körülöttem. Kihullott a hajam is, nagyon, nagyon kemény volt, de megoldottuk. Így logisztikázni kellett egy kicsit, azért nem tudtam jönni. Illetve hát vannak csodaszerek, hát tudod tegnap előtt milyen volt a hangom. És mi van ma? Nézd meg, gyerekek. Egy jó van. Tenisz gyerekek. Pici, ne, meg különböző ilyen kis növényi dolgok, különböző kis vitaminok. Itt a csodaszerek vannak. És fejben dől el, hogy beteg vagy-e vagy nem. És akkor mit kell inni hozzá, hogyha fejben dől? Ja, na, én csinálom. A legjobb, minden este. Feled, mert vagy nálam vége. Semmi baj. Úgy alszol, mint a bunda, igen. Gyorsan egy-két közlekedés hír. Trafi Pécsett a 6-os úton. Egy szálloda előtt mindenki vigyázzon. Aztán az M3-ason van egy fotó a 201-es kilométernél Budapest felé, ott is óvatosan menjetek. Trafi van a 44-es úton, a 89-es kilométernél Abdul üzente nekünk, valamint a 19. kerületben az Ady Endre úton a város felé, az Európark előtt, ezt Balta küldte nekünk, köszönjük szépen. Budapest felé közlekedőket mérik szintén az M3-ason, ezt mondtam, a 201-esnél, valamint M1-es, 41-es kilométernél gumidarabok vannak az úton, ott is mindenki menjen egy picit lassabban. Egy-két SMS még az előző témánkhoz, mielőtt Gáborral folytatnánk, ugye vevő kontra eladó, hát ez egy örök harc egyébként, az eladók mondják, hogy prostók a vevők, és azért ilyenek velünk az eladó, a vevők mondják, hogy mennyi bunkó eladó van, ha tényleg nem szereti a szakmáját, akkor vagy nincs hozzá képesítése, ne menjen eladónak, ha utálja az embereket.
Mert hogy ugye mindig egy ellentét van tényleg a két fél között. Figyelj, de én megértem, amikor te 100 hülyével találkozol eladóként, aki de nem hogy... köszön, de én a 101. Nem értem. Köszöntem. Igen, igen. Köszöntem és kér, és óvatosan megkérdeztem, és akkor nem értem, hogy én miért kapom azt, mint a többi. Igen, csak a hallgatóink tapasztalatai, mert van egy-kettő. Egy táskaboltban kerestem kamasz lányomnak kis táskát, az eladó mondta, ott van hátul a fogasson, menni fog, mert én mennék hátra kávét főzni. Na, hát ez nem tukkó, már ne haragudj. Koradugma, mennék hátra kávét főzni, igen. Szia Balázs, 3 éve itt állok a boltban. Hoztam a spéci porodat. Merre vagy? Egy eladó. Igen. Ez egy nagy barkácsáruházban történt, a 40 kilós kézbetonos zsákokat a 20 éves keresztlányom és én pakoltuk fel a bevásárló kocsira, eladó csávó végignézte, és azt mondta, hogy őt nem ezért fizetik. Hát tulajdonképpen, na most ez is érted. Én értem, hogy nincs benned, de két nő pakol 100 kilós cementes zsákot, és nem mész oda segíteni, hogy lányok, adjátok már 4 darab zsák, földobom 2 perc. Barátnőmmel barkácsáruházba mentünk ágynemű takaró fóliáért, mivel nem találtuk, kerestünk egy eladót, barátnőm kérdez, hol találjuk az ágynemű takaró fóliát, az eladó válaszol, nekünk ilyen nincs. Barátom csodálkozza, visszakérdez, benne van az újságban. Erre az eladó. Akkor van. Meg lehet egy győzni legalább. Igen, de én nem tudom. Festékes vagyok. Nézegette tovább a festékeket. A erről beszéltünk. Festékosztályos nem megy át a csempeosztályra. Vidéken dolgoztam egy nagy kereskedőházban, évek alatt már tudtuk kivásárolni sok apró vackot, amikor megjött, 6-8 felé szaladtunk, mindig az új kolléga kapta. Mondtam én, hogy bujocskáznak. Ugye? Mondtam én, hogy elbújnak, igen. Feri, neked legalább próbált segíteni, nekem azt mondták egy barkácsáruházban, hogy nincs napellenző a tetőablakra, mivel rutinos voltam, 3 eladót is megkérdeztem, mindháromszor ezt a választ kaptam, de ma nem adtam fel. Fél óra keresgélés után legalább 4000 darabot találtam egy sorban. Igen. Igen, mert ők nem a tetőablak napellenzősök voltak, ennyi. Igen. A vevő 90%-a nem tud köszönni, ebből következik, hogy naponta több száz bunkóval találkozol, mire te odaérsz hozzá, már teljes ideg, mert még a munkáját sem tudja rendesen elvégezni, mert hogy beszélget. Ez a másik oldal, gondolom, egy eladó. De ez minket, hát csak nem akar, igen, tehát hogy nem tartozik rám, hogy te egyébként hány hülyével igen. találkoztam, mert én szépen kérdeztem, köszöntem, érdeklődtem. Igen. Lottozóból ír nekünk Peti, amikor valaki megkérdezi, hogy az 5-ös lottón mennyit kell x-elni, figyelj, azért az nagyon meleg, az nagyon meleg. Majd 2 perc múlva megkérdezi, hogy a 6-osnál mennyit x-eljen, akkor picit felmegy a pumpa. Jó, ez mondjuk érthető. Ezt Peti küldte nekünk. Igen. Én örülök, hogy erről beszéltek, mert 10 év amerikai élet után ez volt az első, ami zavart itthon. A boltokban a tulaj legnagyobb ellensége az eladó. Zavarja őket a vevő. Ez most itt arra vonatkozik, vagy Amerikára? Nem, itthonra. Itthonra. Az, ahogy amikor hazajött, akkor kezdte el zavarni. Én egy barkácsáruházban dolgoztam, mint vagyonőr. Saját szememmel láttam, hogy az eladók szabályosan bujkálnak a vevők elől. Nem ezt mondtam, hogy bujocskáznak? Biztos vagyok benne, hogy bujocskáznak. Számtalanszor próbáltam segíteni, ahogy tudtam. Ezt Tió küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, hát ezek az SMS-ek jöttek, igen. Eladó kontra vevők, barkácsáruházakban és bevásárlóközpontokban ez mindig egy nagy harc. És hogy melyik oldalon állsz, az a lényeg benne. Ha eladó vagy, akkor a vevő a bunkó, ha fordítva, akkor a másik. Igen. Na, csütörtök van, ez pedig ugye azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Lépjébe, persze, ha visszaveszem a fülest, akkor már beléphet mindenki. Ez tényleg szépen csak egy ilyen dramatikus csend volt. Kihagytunk, igen. De azt érezted, hogy hírek jön, leteszed, jön az Ákos, Zsül, kever, kimegyünk, iszunk egy kávét. Nem gondoltam, hogy privizek a Gáborról, és megdicsérem a haját. Hello, Gábor, jó reggelt! Ciao. Jó reggelt, sziasztok! Hello! Sajnos csak ketten vagytok. Igen? Hát figyelj, pedig te hoztál koktélt meg mindent. Army G, csak így szólítalak, hogy Army G. Nagyon jó a friszkot, komolyan mondom. Köszönöm. Elvesztettél egy fogadást, vagy ez tudatos volt? Új fodrászom van. Igen? A régebbi az kiköltözött Ausztráliába, és oda már nem tudtam meglátogatni, vagy ott már nem tudtam meglátogatni. Imádom, ez egy menő sztori. Keresem a lehetőségeket. Egyébként készülök a tavaszra, és ilyenkor rövidebbre vágatom a hajam. Egy picit túl rövid lett. Tehát nem hisztam meg, hanem a hajam lett rövidebb. Mit csinál a fodrászod Ausztráliában? Vette nagy levegőt, és azt mondta, jó, itt nem megy, megpróbálom kint, hajat ott is kell vágni.
Igen? Most nem merek többet mondani ennél, hogy az emberek miért mennek el az országból. A helyzet az, hogy igen, tehát vannak olyan szakmák, ahol jobb lehetőség van külföldön, óvatosan fogalmaztam. De most havi egy ausztrál túrát bevállalhatnál egy jó vágatásért. Hát is, azért az nagy, ahhoz nagyon lojálisnak kell lenni. Hova mész, melyek fodrászod? És miért vagy egy Feri egyen meg? Hát kint van a fodrászom Ausztráliában. Afrikában, én megyek Ausztráliában. Tehát nem. Annyival, de annyira kíváncsi vagyok, hogy mit, ha nyilván ötször annyit keres. De hogy... Igen, ez az indok. Valószínűleg ez az indok, nem? Tehát itt mondjuk keres nem tudom mennyit, és sokkal többet, jobb levegőben. Egész más az életszínvonal, egész hát más a világ. Természetesen megértjük azt, ha valaki kötődik ehhez az országhoz, és becsüli az értékeket, de vannak olyan meghívások, lehetőségek, amiket nem utasít vissza az ember esetenként. Hmm. Nem mondta, hogy gyere te is, Gábor, terjesszük ott együtt az igét. Engem hívtak már külföldre, Angliába például, Ausztráliában még nem, de Angliába hívtak egy pár napra, hétre, de úgy nem mentem, tehát engem ide... De mi egy hétre minden... nem menték ki Angliába? Kim voltam Londonban, de igazából hosszabb távra nem mennék egyelőre. Sok minden ide köt azért. Hát igen, azért nehéz döntés, nem? Hogy mindent összepakolsz. Veszél egy nagy levegőt, összepakolod a családot, és azt mondod, hogy jó, akkor most adok ezzel kint. És azért mindig megvan az, hogy bárkivel beszélek, de hogy azért ő kint mindig csak egy nem azt mondom, hogy menekültek, mert azért talán nem ez a jó szó, de hogy azért Londonban is éreztetik veled, hogy te külföldi vagy, Ausztráliában is érzed azt, hogy azért itt mindig csak egy kis bevándorlószerű valaki vagy, tehát soha nem lesznek olyan gyökereid. Nyilván ennek ellenére az ember megtalálhatja a boldogságát. Engem az zavar egy picit, anélkül, hogy politizálnék, mert ez nem biztos, hogy csak attól függ, hogy bármerre megyek, falakba ütközöm. Menjünk ki az ajtót, Gábor. Akár az segít egyébként, ha megpróbálsz az ajtón átmenni. Akár élelmiszeriparban, bárhova megyek, két órát kell állni, az emberek türelmetlenek, tehát egyszerűen más világ van. Kint voltam Londonban egy pár napig, még annó, egész más világ van, tehát nyilván szabadabb világ, de lehet, hogy csak virtuális. Keresztjön a kilincset, nem érted, miért nyílik ki magától. Tehát minden más, de sokan mondják, akik külföldön voltak, aztán hazajöttek, hogy itt minden más. Hát aztán lehet, hogy csak a messzire való utazásnak az élménye van benne, nem? Lehet. Ettől függetlenül kötődöm a saját világomhoz itthon, a kis egészségvédelmi dolgokhoz, a családhoz, szülőkhöz, tehát... Itt lettél nagy ember, Gábor. Ebben a műsorban. Ennyik, hát ki most hova mennél? Azt mondod, hogy én vagyok a... Hozzátok is kötődöm, igen. Na, hát így mondani. Janihoz is kötődöm, de most hiányzik. Mit hoztam? A transzsír kérdésről jó volna beszélnünk egy kicsit megint. Korábban már beszéltünk ezekről a kérdésekről, de újra elővesszük, mert élesedik a törvény. Hát amivel mától ugye most már teljesen... Igen. A türelmi időnek vége, és itt érdemes újra elővenni ezt a transzsír kérdést. Egyébként számomra megint felmerül egy újabb gondolat, hogy miért kell várni mondjuk 10-15-20 évet arra, hogy egy létező, tudott dolog bevonuljon a köztudatba, illetve, hogy lépjenek úgymond Európai Unió szinten is, állami szinten is. Ugye a transzsírok kérdéséről már az 1990-es évektől viszonylag jó hatékonysággal tudták szakemberek, hogy ez nem jó a szívnek, hogy ez részt vehet rákbetegségekben, ugye az Alzheimer-kór egyik kiváltója lehet, a triglicerid szintet növelheti, a koszorúsereket teheti tönkre. Mert ez miben van, mert transzsír ez így nehezen megfogadott. Ez hol találkozunk? Korábban a hidrogénezett növényi zsírokban találtak. Egyetemen ugye oktatták, hogy bizony van transzsír a margarinokban, utána történt egy nagy változás néhány évvel ezelőtt Magyarországon is, és ugye innentől kezdve megszűnnek a hidrogénezett technológiával készülő margarinok, legalábbis nagy részük. A külföldről származó margarinok egy részében még lehet, illetve az ipari zsírok. Tehát amit beletolnak a kakaós csigákba, a különböző péksüteményekbe, kalácsokba, egyebekbe, ott bizony előfordultak és előfordulnak. De most már az ellenőrző hatóság is komolyan veszi, az összes zsír mennyiség maximum 2%-a lehet transzsírból származó zsíradék, az összes energiabevitel 1%-ába maximálták, magyarul hát elég minimális az a mennyiség. Ez hát föl van tüntetve a csomagoláson, hogy nem kötelező. Nem kötelező. Honnan tudom? Ha van esze szerintem egy cégnek, egy gyártónak, akkor ezt ráírja, mert a fogyasztó egyre inkább keresni fogja. Vannak olyan
vannak olyan üzenetek, információk, amiket szerintem érdemes akkor is ráírni, hogyha nem teszik. Most az allergéneket látom, most már ugye ez kötelező lett. Az kötelező lett, abszolút. Tettem egy túrolulit a gyereknek, látta, ilyen allergén vettem egy joghurtot, olyan allergén, nem tudom mit vettem, és mindenhol ott volt, hol kézzel, hol egy ilyen a bolt által gyártott ilyen pecsétel, hogy ne büntessék meg őket, de látom most már. Igen, mert ugye népbetegségé váltak az allergiák. Most az a kérdés, hogy a transzsíra ugye mennyit kellett várni, erre is kellett 15-20 évet várni. Legalább 1000-1500 ember halálát okozhatja egyes becslések szerint Magyarországon. Évente? Okozhatta. Igen, évente a transzsír kérdés. Az nem kevés. A gyerekek nagyon veszélyeztetettek. Pogácsát esznek, ilyen süteményeket esznek, reggeliket. Csokoládé, kakaó. Reggelre vesznek ugye neki kalácsot. Olajos zsíros termékek. Aha. Igen, tehát mondjuk egy sima kenyérben, zsömlében igazából nem jellemző, de mondjuk egy olajjal, még egy pogácsában, olajjal, zsírral, zsíradékkal készülő termékben, és azért rengeteg péksütemény van már a forgalomban, látványpékségek termékeiben, fagyasztott pékárúban, ugye elég sok helyre fagyasztva érkezik, és ott helyben sütik, ki is írják, hogy helyben sütött. Sok ilyen pékség van, igen. Fagyasztva érkezett. Így van, ezekben. Na most innentől kezdve, hogy ez a törvény ugye élesedik, és a türelmi időnek vége, most már mindenre figyelni kell. Vizsgálják, bármilyen pékségből, látványpékségből, vagy sült krumplit áruló helyről vehetnek mintát, bemérik, és ezeknek meg kell felelni. Igen, ezt akartam kérdezni, én igazából nem akarok kötözködni, de ha a gyártónak nem kell ráírnia a transzsír százalékot, akkor hogy fogják lefülelni, hogy ebbe van transzsír, de akkor már elárultad, hogy szúrópróbaszerűen mérnek. Ha a technológiailag kicsit visszaugrunk, mire kell a transzsír? Mert gondolom azért van általában benne. Általában képződik. Kakaós csigát tudsz csinálni transzsírosan, meg transzsír nélkül. Azt mondják, jobban tárolható, kevésbé avasodik. Aha. Effektíve én úgy tudom, hogy transzsírt kifejezetten nem adnak hozzá az élelmiszerhez, hanem az képződik a gyártás során, mint nem várt termék. Még nézzük meg konkrétan, eszik a gyerek minden nap egy kakaós csigát. Van, aki azt vesz a gyereknek, vagy adok neki pénzt, és megveszi magának a 10 eurót. Megeszik mondjuk, nem tudom, naponta egy ilyen ipari almáspitét, nem otthon sült, eszik egy kakaós csigát, az hány éven belül okozhat valamit, és mit okoz, meg mennyi ideig kell lennie a gyereknek. Hogy csak érezzük az arányokat, hogyha valaki mondjuk hetente kétszer ad kakaós csigát a gyereknek, már veszélyezteti, vagy minden nap kell lenni hosszú éveken keresztül, hogy mondjuk a gyereknek koszorúér rendellenessége legyen. Szerintem az veszélyezteti, ha minden nap eszik. Tekintettel arra, és ez fontos hozzátennem, hogy a törvény kitér arra a passzusra, hogy a tehén tejből származó transzsír nem számít bele a szabályozásba, azt nem számoljuk bele. Innentől kezdve a helyzet picit érdekessé válik, mert valaki mondjuk sajtos szendvicset eszik, meg tejszínes dolgokat, ugye a szarvasmarhák szervezetében, bendőjében képződik transzsír az emésztés, a kérődés során, stb. Ezt nem kell bele számolni, tehát ha valami tejtermékkel, sajttal szórt pogácsáról beszélünk, akkor ott külön választja a szakember, hogy a sajtból származó transzsír, tehát ha több is van benne, akkor sem veszük figyelembe. De azért nem, mert az jó transzsír? Nem. 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 Tehát nem csak egész egyszerűen nem tudjuk összeszámolni. Hát megint kibújt egyik másik iparág a szabályozás, arról mondom ezt egy kicsit ironikusan. Aha. Visszatérve a Balázs kérdésére, igen, rendszeresen fogyasztott ilyen szintű, úgy mondjuk, hogy finom pékárok, kakaós csiga, túrós, bukta, lekváros, egyéb, ezek hosszú távon veszélyeztetik. Gyermekkorban nyilván a koszorúér megbetegedések és a rákbetegségek esélye sokkal kisebb. De ezekről jól leszokni. Meg a hajlamot lehet, hogy növeli, ugye? Így tehát van. A gyerekkorban elkezded enni, még nem lesz 8 évesen koszorúér beteg a gyereked, de majd később veszélyeztetettebb. Ott van ugye a dió, a lenmag, az olívaolaj, korábban beszéltünk a kókuszsír kérdésről, hogy a között is van ugye a különbség, hogy milyen kókuszsírt veszünk, ezekre nem jellemző. Ha sütünk olajban például, akkor képződik transzsír, hogyha grillezünk, hogyha roston sütünk, valamilyen zsírosabb húsfélét, kolbászfélék. Egy gyönyörű mangalica oldalas. Én ezt nem mertem mondani. Most nem, én nem. Főleg, ha lesütjük roston. Félsz, hogy pokora kerülsz. Mi ezt kimondott, hogy mangalica oldalas? Igen, lesütjük, már ezt rosszat fogsz álmodni. Igen. Itt azért képződnek transzsírok, tehát nem csak mondjuk kakaós csigában keresnek most már transzsírt, hanem mondjuk bemennek egy vendéglőbe, egy gyors étterembe, és ott kérnek egy ételt, és abban megvizsgáljuk. Pont a múltkor olvastam a kakaós csigáról valami olyan rémületes cikket, hogy evett a gyerek egyet, a Viki vették, és kiű, hazamentem, és mint Szándokár, amikor a tigris alatt kiütöttem a kezéből. Ugrottam oda a gyerekhez, hogy ne egyen, Viki nem értette. Erről már egyszer tudom, hogy beszéltünk, csak nem emlékszem pontosan, hogy a kakaós csiga valahogy úgy készül, hogy én nem tudom, vagy karamellizálják, vagy a kakaó, vagy az a fekete rész rajta, fél leírták egy oldalon keresztül. Marhavér sztori. Én elolvastam, és letettem a cikket, és hazaszaladtam, mert tudtam, hogy a gyerek fél kackó kakaós csigát reggelizik, hogy ezek a szörnyű dolgok vannak benne.
ártatlanul leírtak a különböző péksüteményeket, hát elolvastam, nem soha többet. A gyerek fényt fog enni reggel. Az kap egy dressinget, magában a dressingben van zsiradék, egyébként hihetetlenek tűnik, de a kakaós csigában közel 40% zsiradék van, pedig egy száraz árunak tűnik. Tehát bele lehet rejteni azt a zsiradékot, ami aztán megszilárdul, és nem érzed a zsíros olajos terméknek. De valóban, ahol valamilyen dressinget kap, amik egy pizzás csiga, egy kakaós csiga, egy csokoládés csiga, ezeknél már a transzsír kérdés abszolút előkerül. Ott tartottál, hogy a sütünk otthon olajban, akkor? Ugye a túlhevített olajban sokkal több transzsír képződik, tehát nyílt lángomaló sütésre gondolok, tehát inkább sütőben készítjük. Aha. A fasírtokat, nem, tehát én már nem sütök igazából nyílt lángon. Hát most mégis... az a fasírt, az a zabfasírt, amit te csinálsz, abban milyen transzsír képződik? Ez abban nem sok. Abban ahhoz be se kell kapcsolni a sütőt. Csak akartam mondani, hogy de ha nyílt lángon, veled vagyok. Csak... Ha nyílt lángon sütném, akkor képződne ugye az olajban. Nem, és egy jó rántotús se csináltok, komolyan mondom, hogy berakom a kis teflomba, felmegítem az olajat, és be, jó rántotús, már azt is sütőbe süssem a húst. Hát Balázs, most már vannak olyan technológiák, hogy tudsz sütni húst olaj nélkül, tulajdonképpen vannak olyan edények, vannak olyan lehetőségek, olyan sütők, stb. Most már igazából a nyílt lángon való bőolajban sütés ideje lejáróban van, abszolút. Korszerű sütési technológiákkal. Láttam, aha, olyan húst megsülni éppen tegnap, ami olaj nélkül készült. De panírozva? Nem. Nem, ugye? Panírozáshoz, köszönöm, tesznek hozzá egy keveset, nem sokat. Tehát az, hogy bőolajban, vagy zsírban, nyílt lángon sütni, tehát ez már abszolút idejét múlt. Anyám, mikor berakta jó forró olajba jó kis bundás kenyeret, emlékszel? Ha, jó ide. Egy csöpp tojás belecseppentett előtte, hogy forró-e már az olaj. Na, ott múlik minden, ott kaptál a zsírot. Tudod? De ez egy hát szép szárgyerek lettem. Ja, végig. Most még igen. De nem volt ennyi, vagy ott több volt? Tehát mi még többet ettünk? Hát, hogyha példánál maradunk, hogyha valaki mondjuk a tojáshoz sült olajat, zsiradékot, telített zsírokat, tehát mondjuk libazsírt fogyaszt, akkor a tojásban lévő koleszterin sokkal jobban fogja növelni valószínűleg a koleszterin szintünket, mint ha valaki a tojáshoz teljes örlésű pirítóst fogyaszt hagymafélékkel. Hát mondjuk ez elég logikusnak tűnik, hogy a libazsír a tojással együtt több. Igen, de ezt azért fontos tisztázni, mert ugye aki mondjuk hemendexet készít, vagy kolbászos szalonnás tojásrántottát, gondolom, hogy nálatok felé nem úgy készül. Nikodával van. Igen, tehát ott ugye a telített zsírok és a koleszterin együtt dolgozik. De a lágy tojás, kemény tojás, hogyha valamilyen paradicsommal, vitaminnal és teljes örlésűvel fogyasztjuk, egészen más hatású a szervezete, pedig mind a kettőnél van tojás, és ez a paradoxon, a koleszterin paradoxon, hogy a tojás, ha mondjuk kolbásszal, szalonnával eszed, akkor emelheti, ha nélkül, akkor nem. Aha, nem mindig, vagy csak úgy koleszterines, hogy. És sokan csodálkoznak, hogy lehet az, hogy megeszek két tojást, és semmilyen hatása nincs a koleszterin szintemre, ez genetika, vagy mi lehet. Valószínű, hogy mivel fogyasztjuk ezt együtt, milyen telített zsírokkal fogyasztjuk ezt együtt. A fehér kenyér segít a tojással? Nem. Friss fehér kenyér agyonvágja. Egyébként a fánkok is sok transzsírt tartalmaznak. Palacsinta fánk. Milyen undorral tudod mondani, ezt úgy szeretem. Hallottad? Palacsinta. És te meg mire gondolsz? És látom közben a Gábort, és tényleg ott van az undor az arcán, tudod, még hazamegyek, úristen, jó, sárga barack lekvárral, tudod, azért egy ilyen anyám által. Szalagos fánk. Megszorva a porcukorral. Konkrétan hallottad a hangodat, Gábor, hogy egy kicsit palacsinta, tudod, amikor én azt mondom, hogy madár, te Jézus, dióval, tudod, mikor ilyen volt a hangod. Mikor ettél utoljára palacsintát? 8 évesen? Hát, nagyon sok hónappal ezelőtt, szerintem talán nyáron. Egyszer egyébként időnként készítünk a kölesből, ugye? Vagy? Zappehely-liszttel egy kevés kölesliszt is volt benne, igen. Durumliszttel készítettük, kis almával. És kitetted a napra, az volt a sütés, hogy egy kicsit így összeálljon. Mi volt a töltelék? Karobkrém volt a töltelék. Na, elnézte a felé. Magam is csak karob, azt használom. Tudod, hogy a legnagyobb pártfogod vagyok ebben a műsorban, hogy mi megyünk együtt az egészségügyet, a karob töltelékes, az jövő a palacsinta. Jövő hétre olyan karobszózt hozok nektek, hogy... Hogy letesszük a hajunkat. Igen. Betérdelünk. Nagyon komoly lesz. Jó lesz? Tényleg. Picit, nem is, bánt is, hogy ma üres kézzel érkeztél. Tehát én csütörtök reggel már nem eszem semmit, mert tudom, hogy jön a Gábor. Picit ezt így elhanyagoltál minket ma reggel. Igen, jó, tehát akkor igazából veszélyben nem vagyunk, mert hatóságilag leviszik, ez a lényeg, nem? Tehát figyeljünk oda, hogy mit reggelizik a gyerek, lehetőleg kevés ilyen, nem tudom, pékek által előállított ehhez hasonló terméket, de szabályozzák, tehát nem vagyunk már olyan nagy veszélyben, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Olyan pékárut fogyasszunk, aminek alacsony a zsírtartalma, a zsiradéktartalma, tehát magyarul ha lehet, akkor teljes örlésű vagy magasabb kiörlésű fokú lisztet tartalmazó kenyereket, kifliket, zsömléket, korpás zsömlét, de igazából, ha finom pékáru, látványpékség,
pizza, mélyhűtött pizzalapok. Itt belép a zsíradék és a transzsír kérdés is. Figyelj, ez a teljes kiörlés is, hát ez egy újabb fejezet lenne, de hogy pont megint olvastam egy cikket, ami azt mondja, hogy nem jó a teljes kiörlésű. És azért nem jó, mert hogy ott ugye hát a héját, a különböző gabonatermékeknek is felhasználják, beledarálják, és abban vannak bizonyos gombafajták, amiket ugye, ha meghámoznak és nem teljes kérdésű, nem kerül bele a péksüteménybe. Viszont vannak gombafajták, amik a teljes kérdés által belekerül. De tudtam, hogy jó úton járunk. Nem hiszed el? Oh, és leírták, hogy milyen elváltozásokat okoz a bélflórában, hogy ez miért nem jó gyereknek, és hogy vegyítsük a teljes kérdésűt, a nem teljes kérdésű, és tényleg a hajadéknek áll, hogy most már tényleg most mit igen és mit nem. Ezért jó az zap. Látjátok. Miért az abnak nincs gombája? Az abot nem fenyegeti annyira a fuzárium. Na, a fuzárium, igen, ezt írták. Ez például a búza, ugye? Igen. Teljes kiörlési a búza kérdés az érdekes, ellentmondásos kérdés. Valóban a fuzáriumra figyelni kell. Én úgy tudom, hogy a búzát koptatják. A koptatás során a felületi penészek, piszok, homok egyéb lejön. A magyar gabonátvétel elég szigorú, tehát 100 szemből egy ja, több nem lehet fuzárium. Nem lennék annak a helyébe, aki számolja. Azért az is egy kemény. Azért egy 40 tonnát nézem már. Hagyjál, hol tartottam. Marika, gyere, már ígyunk egy kávét a rohadt életben. Azért az kemény. Szóval de akkor igen, nem veszélyes. Tehát igazából annyira, mennyire felfújják. Mindig vannak olyan lobbik, amelyek felszólalnak a teljes őrlésű ellen, hogy az nehéz fémszennyezet, hogy az fuzárium szennyezet, de higgyétek el, sokkal több bajt okoz a fehér liszt, ami a székregedésen keresztül, a trigliceride, a koleszterin, az egyéb kérdésen keresztül az egész testre kihat, sokkal több problémát okoz, mint a teljes őrlésű. Egyébként én sem fogyasztok minden nap teljes őrlésű kenyeret, hanem ezért beszélünk annyit a rozsról, a búzáról, a zabról, az árpáról, a kölesről, mert alternatív gabonákat is beiktatunk, amelyeket ilyen veszély általában nem fenyeget. Tehát rossz kenyérrel előrébb vagyok. Jó, jövő hét rátküldenek neked egy cikket, Gábor, ezt is olvastam. Nem azért mondom el egy mondatban négyszer, hogy olvastam, hogy ennyire intelligensnek tudják, hanem letettem a hajamat, hogy egy morning show szófordulata lélek, ami leírja, hogy miért nem jó zöldség és gyümölcs leveket otthon fogyasztani, mert hogy egyébként mit okoznak a bélbaktériumban, miért okoznak székrekedést, milyen cukrokat tartalmaznak, mit von ki a szervezetből, milyen emésztési gondjai lesznek, és egyébként nem tanácsos otthon minden nap friss zöldség és gyümölcs levet fogyasztani. Nem ez lehet, ez hogy érdekes. Ezt abba hagyod, hogy olvasgatsz. Mert mi, a családod úgy fog fölnőni, hogy fényevők lesznek, de mindjárt. Most már mindent letettél. Kifacsarod a gyümölcslevet, kiveszed belőle a rostot, mert csak a levet teszed bele, a rost hiány miatt székrekedés lesz, a tápanyagot veszted, gyümölcslevek gyakran veszélyeztetik az immunrendszert, a narancs és a citrom savtartalmáról írtak, hogy szétmarja a beledet. Egy egészen hosszú cikk volt egyébként, hogy túl sok cukor hozzáadott, rengeteg minden, milyen fog problémákat Isten, okoz. Tök jó hangzik. És ültem, és azt mondom, hogy akkor mit? Van benne, vagy lehet benne. Megvizsgáljuk. Igen, igen. Lehet benne igazság, beszélünk róla, de nehogy kijöntsük a fürdővízzel a gyereket. Új, micsoda bölcsesség, gyerekek! Hát a kutya fádat, igen. Óriás. Figyelj csak, még egy mondat. Ha már eddig ettem a taranzsírokat, és felhalmozódott ebben a gyönyörű testben, ami nekem van. Van módszer, én jó vagyok itt, csak kérdezem, hát ha van érdeklődő, amivel kiűzöd magadból a taranzsírt. Tehát az fölhalmozódott, ott marad. Én úgy tudom, hogy ez nem raktározódik, ez amikor kering, akkor okoz bajt a keringésben, aztán az eltávozik, leépül, eltávozik. Aha. Tehát úgy nincsenek ilyen transzsírraktáraink, azt gondolom. De majd javasolok egy olyan étrendet, amivel általában a plakkokat el tudod távolítani. A plakkokat. Vagy akár mindannyi. A plakkokat. Úgy, mert lehet, hogy a plakjaink kimennek. Jó. Na, jó, akkor átküldöm ezt a cikket neked, jó? Jó, Szárom Balázs, köszönöm. Ezt olvasd el. Mit reggeliztél? Hát én most egy kicsit ilyen influenza vírus űző diétát folytatok. Influenza űző diéta, nagyon kíváncsi vagyok. Igen. Fokhagymás tökmakrémet készítettem, ez most nem édes. És végre egy sós, abból hozhattál volna. Igen, fogok hozni akkor ebből is. Fokhagymás tökmakrém pirítóssal, teljes őrlésű okos kenyérrel, pirítóssal, ezt házilag készítettük szintén ilyen magörleményekből, és poréhagymával fogyasztottam, és kápia paprikával. Figyelj, ez végül is majdnem azt mondom, ha nem lett volna ez az okos kenyér, egy egész normál jó reggeli. Igen, igen. A kápia paprikánál én elmormoltam egy halk imán, hogy miért nem a hagyományos tévépaprikát eszed, de jobb a kápia, tudod, az a pirosa. Hát tízszer jobb, mint egy zöld paprika. Tízszer jobb. Persze, akkor. Mert a színanyagok miatt. Aha, tehát a piros az jó nekünk. És akkor itt mondanám is, hogy a kolbász például piros. Mehetünk tovább. Az a piros paprika miatt, amit én is használom. Egy jó gabon a kolbász, semmi? Nem ettél, ha már nem édeset reggeliztél? Nem, most igazából a tökmag és a fokhagyma hatását próbálom modellezni magamon, hogy mennyire hat, mert ugye a foszfor és az allicin együtt hat
a szervezetben. A lényeg, hogy a tökmag erősíti a szervezetet, jó az agynak, az idegrendszernek, véd, és mellé ez a kis fokhagyma, kis póréhagyma, egyebek, ez így hasznos. Fogok ezekből mind hozni, csak most nem volt lehetőségem, időm külön készülni, ezért elnézést kérek, de fogok minden ilyesmiből hozni. Karobkrémmel kezdjük jövő héten, vagy tökmag? Gábor, hozzá mindent elfogy, tudod azért. Édeset és sós. Fényfénye, amit van, tudod. Nagyon várunk. Jó, van. Rendben. Oké, köszönjük szépen, hogy szépen. Itt voltál 8:09, pontosan 7 perccel, jövünk Ákos hírei után. 3:09 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És gyorsan nézzük a közlekedési híreket. Azt mondja, hogy... tényleg nem is mondtuk Gábornak, hogy torkos csütörtök van. Egyen még lenn magolajod. Figyelj, ahogy ő ma este oda csap. Szór, igen. Mondani kell, hogy hallottad Gábor, hogy torkos csütörtök van a Méta utcában? Ezt ő nem érti, ne legyél ez a szent ember. Azt mondja, hogy Trafia 4-esen a 198-es kilométernél a Keleti híd után, Zombi küldte nekünk, 9:30 után félpályás útzár lesz Tason az 51-es főúton oszlopcsere miatt rendőrbiztosítás mellett, a területi közútkezelő küldte ezt nekünk, valamint Várpalotánál a Veszprém felé haladók csak óvatosan menjenek, mert hogy trafi van a szokott helyen. Köszönjük szépen, mi pedig játszunk, a minden igaz, már itt is van a játékosunk, és hármas ugrás, játszunk már is. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, azt nézem, hogy ki vagy. Gábor, hello Gábor! Gábor, honnan hívtál minket? Szolnokról, mit csinálsz? Most éppen tartok felétek Pestre. Na. Lesz egy magyar kupa, 8-as döntő is, melyek szurkolni. Az itt lesz a tüskében, nem? Igen. Kinek drukkol, az mi hülye kérdés nyilván. Szólnak ki olaj, persze. Kivel játszotok? Most a negyed döntőben Kaposvárral. Kaposvárral. Aha. Az jó. Izgalmas mérkőzés előtt állunk, kérdezem én. Nagyon laikus kérdés, de nem tudtam volna jobbat kérdezni. És ugye? Jó lesz a meccs? Mindenki játszik, aki nem sérül. Tessék, mondjad? Nyerünk 15-tel. Nyertek 15-tel. Aha. Hát jól van, drukkolunk akkor, jó? A kosárlabdához sokat nem tudunk hozzáfűzni, tök hülyék vagyunk. Én tudom, hogy tenisz meg ezek. Hát ne, nálunk Ferinél nem. Ferinél meg semmi. Nálunk nem, a Balázsnál megy a tenisz, bármiről tudok hosszan beszélgetni, ugye? Tehát azt például te érted a kosárnál, hogy miért van ez a 2 pont, 3 pont? A 3 pontot persze, azért annyira hülye nem vagyok. Hát ha van egy 3 pontos vonal, ha azon túl dobod, akkor 3 pont, ha belépsz, akkor 2 pontot és ér. És az miért? Így van. Miért? Az meg a büntető. A büntető meg 1 pont, illetve a büntetőnél nem ugorhatsz föl, tehát az ugye akkor szabálytalan, ha fölugrasz. Így van. Aha. A büntető elvégzése közben nem lehet felugrani. Tehát alapdolgokat tudok, de hogy nagyon-nagyon nagy dolgokra ne számítsam. Hát, ha erre jársz, egyszer szólokon szívesen állítlak titeket. Hát Gábor, én a kis 1,80-ammal azért erre kevésbé lennék alkalmas. Hogyne, a nagyok között, aki elhussan, te lennél az. Anyam. Na jól van, megnézem, hogy milyenek a kérdések, Jani nem tudja ezt elmondani. Hát. A harmadik nem könnyű. Menjünk? Mehetünk persze. Na menjünk, így szól az első kérdés Morning Show-s nyakbaakasztója. Melyik országban üzemel a világ leghosszabb vasútvonala? Ez Oroszországban a Transzibéria vasút. Nagyon jó. Azt is tudod, hány kilométer? Hát, igen, egyszer végigmentem gyalog. Igen, a 10.000 nagyon jó, 9.003 környéke. Hány napos lehet? Azt hiszem egy hétig mész? Igen. Igen. Menjünk tovább? Persze. Közben jön a buszom, majd lesz egy kis kavarodás. Semmi gáz. Hát szállj föl. Jegyed van? Van. Ne törődj vele, menjünk tovább. Sapkáért, sálért, így szól a második kérdés. Milyen nemzetiségű labdarúgó csapat ellen játszott tegnap a Real Madrid? Német, Schalke. Jó, hát egy sportosnak. Nagyon jó vagy. Nagyon-nagyon jó vagy. Na mi legyen a harmadik kérdéssel Morning Show-s óráért? Menjen, vagy inkább megállsz? Milyen fajta kérdés? Nem tudom beazonosítani, tehát nincs úgy témaköre igazából, amit most itt rá lehetne vágni. Álljunk meg, azt mondom. De nem, annyira határozott volt, tehát lehet, hogy menne, én nem akarlak elijeszteni. Na jó, rábeszéltetek. Jó, nézzük meg. Jó? Nézzük meg. Így szól a harmadik kérdés Morning Show-s óráért. Melyik közismert koktél kapta a nevét egy angol királynőről? Ez egy közismert koktél. Elnevérez. Az utolsó. Az! Honnan jöttél? Gyönyörű. Nagyon király.
Gábor, ügyes vagy, szép volt. Köszönöm szépen, köszönöm, megjött a buszom is. Na, megjött a buszod is, jól játszottál. Tényleg. Szállj föl is arcos körbe az utasoknak nyugodtan. Én vagyok az, aki három kérdést tudta. Hello, bello. Jól van, sok sikert nektek ma délután, és küldjük az ajándékcsomagot, jó? Jó, rendben, köszi. Köszi a játékot, jó utat neked, ciao. Hello, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. Ügyes volt. Hogy végig szágoldottunk ezen a három kérdésem. Na, egy érdekes témával folytatjuk majd a hírek után. Ugye torkos csütörtök van ma. Ez ugye azt jelenti, hogy 50%-os kedvezmény? 50%-os kedvezménnyel ráadásul lehet menni kajálni. Ez most már ugye a tizedik. Egyébként érdekes a sztori maga, mert ugye ez nem egy 10 éves történet, ezt régen a nagybőjt előtti csütörtököt így hívták. Mert ott az volt, hogy készült a húsvét előtti nagybőjt, és mindegy előtte hülyére zabáltad magad. És ezt hozták vissza 10 évvel ezelőtt. Egyébként a kezdeményezés annó jó volt, de amiket most hallunk róla, hát az meg nagyon kemény. Igen, hát ez ugye tényleg hosszú ideje mozgatja már a magyarokat, és egy internetes portál összeszedte azt a 10 legnagyobb lehúzást, ahogy átvágják a vendégeket. És annak szeretném majd utána járni, hogy szeretnénk kérni, hogy írjanak nekünk étterem tulajdonosok, akár név nélkül, pincérek, pultosok, hogy hol vannak még azok a pontok, ahol tényleg átvágják a gyanútlan vendéglőben járókat, hol vágnak át bennünket étteremben evőket. Mert hogy ez az étlap, vagy ez a portál ez összeszedte, ebből egy-kettőt ismerünk, egy-kettő számomra egyébként teljesen új, minden esetre érdekes dolgokat boncolgat, és 10 alapfogást vesz át, amivel bennünket úgy vernek át, hogy észre sem vesszük. És szerintem írhat az is, aki jár ilyenkor a torkos csütörtökre, hogy ő észrevettem, ahogy mondjuk tavaly megvezették. Mert ugye az alaptrükk, tehát anélkül, hogy ezt a 10-est felsorolnám, az, hogy becsábítod a vevőt azzal, hogy figyelj, fél ára. Hogy fél ára, 50%, így van. Érdekes kutatásra ezzel kapcsolatban, hogy akik ilyenkor mennek étteremben, nem egy étteremben járó közönség, hiszen ilyenkor tudja megfizetni. Tök jó a dolog. Tehát ő nem tudja, hogy egyébként az étterem mit ad, hogyan adja, milyen kaják vannak, mi a rendszer, hogy működik. Tehát aki ma megy, az könnyebb átverni. Tehát aki ma megy, az könnyebb átverni. Például csinálok egy étlapot, és ha nálam 1700 egy kaja, és azt mondom, hogy 50%, akkor fölviszem az étlapot 2-2-re, és nem 1700-nek a felét nézem, mint 50%, hanem 2-2-nek a felét. És abból már is simán el tudod engedni a felét, még mindig van hasznod. Tehát a torkos csütörtökön előfordulhat, hogy éttermek más étlappal dolgoznak? Simán. Igen? Adagban lehet viccelni az új étlappal, aminek más az ára a torkos csütörtökre. De az adag, ahogy viccelsz? Például, hogy én keveset kapok, ugye az a magyar ember szereti, hogy a rántott hús lelóg a tányér szélén. Keveset kapsz, akkor a reklamálsz, nem? Vagy kicsit tányérra teszed? Egyébként van egy olyan étterem hálózat, de mindegy is, ahol direkt ilyen rántott húsra mennek rá. Igen. Ott az van, hogy kapsz egy 35 cm-es tányért, és abból lelóg a hús. Ezt kapod mondjuk 1800-ért, torkos csütörtökre megtolod az étlapot 2003-ra, és csak 20%-át leveszed a húsnak, ami még akkor is akkor, hogy nem bírod megenni. De már nyertél ott rajta. Ott fogtál 50%-ot, itt visszavettél 50-et, egy 100%-os haszonkulcsot, azért még csak rádobtál. De legszebb, amikor úgy vered át, hogy elégedett. Igen. De látod, az meg jó tulajdonképpen, akkor nincs baj, akkor az éttermes többet keresett, mint egyébként ez ajánlható lett volna, de ha vendég jó szájízzel áll föl, és azt mondta, hogy fél áron én jót tettem, akkor szerintem nagy baj nincs. Most nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy tényleg, nem tudom, hortobágyi húsos palacsint a 4 napos darált húsból, brassói, ugye ezek a nagy étterem közhelyek, hanem a számlázás, az adag, a nagy tányér, kis adag, kis tányér, optikai csalások, alkohollal való csalás, ásványvízzel való trükközés, tehát minden olyat írnak meg nekünk, akik hosszú ideig dolgoztak étteremben, ahol tényleg úgy vernek át bennünket, hogy igazából észre sem vesszük, ugye? És ez szent meggyőződésed, hogy jó tettél, korrekt a számla, és mégis 6 helyen vagy egyszerre megvezetve, mert nem vetted észre hát azokat a tételeket. Az étterem tulajdonosok nem tudom, hogy akarnak erről beszélni. Ha írjon, akinek volt régen, persze, akinek volt régen, és tudja, hogy ezek a trükkök, ezek hogy működnek. Fia, hát a bárpult mögött a legnagyobb csodák történnek állítólag. Hát ott igen. Tehát, hogy ott az elég, hogy például úgy öntöd ki, mondjuk csinálsz egy koktélt, az első hozzávalót, hogy kicsit ferdén tartod a nagy poharat, és más hiszi a csávó, hogy mennyit kapott. Hogy mi? Ezt nem értem.
kis pohárba kiméred, a kimérő pohárba ugye van ilyen, 2 cent, 3 cent, 4 cent, 5 cent, akármi, az első alapanyagot kiméred be, és kicsit Ferdin tartja a nagy poharat, amiben ő aztán összemér, és azt előtte dönti bele. Uh-huh. És a nagy csík van benne, hogy mennyi alkohol, de jó lesz. Aztán is benne annyi. De Ferdin tartja a poharat, az a hülyének kellene, hogy azt felét hiszem, tartom meg, felét ferdítem. Tehát te nem fogod látni, aha, és az alját fogod nézni. Én figyelem a kezedet. Rutinos ivó vagyok, én figyelem a kezedet. Na, ezzel foglalkozunk majd, jó? Írhattak azok is, akik konyhán dolgoznak, írhatnak azok is, akik tudják tényleg, hogy ételekkel mivel csalnak, akik pultoznak, vagy kasszáznak, mindennek örülünk. Jó, egy kicsit világosítsatok föl bennünket, hogy hol vágnak át, ha étterembe megyünk. Ma ugye rengetegen mennek, próbáljunk nekik egy kicsit segíteni, úgyhogy jövünk majd az SMS-ekkel, Ákos hírei után. 9 óra múlt, pontosan 8 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk ketten, János még mindig pihen. Egyébként szegényképpen beteg, ráadásul most már bakteriális a dolog, antibiotikumot is szed, úgyhogy kicsit testét kiütötte ez a nagyon gonosz kis vírus, a maga kis 60 kilójával gyógyulgat otthon. Úgyhogy hát jövő hét eleje, közepe, amikor ő lesz, picit komolyabbnak tűnik. De nem ismeri Bali titkos koktélját, érted? De azért főhívhattad volna, hogy mit kell csinálni. Vagy úgy voltál vele, pihenni akarsz? Nem, hát hívott, csak nem vettem fel. Nem akartam elkapni. Ez annyira gyilkos már ez a telefon. Nem, beszéltünk tegnap előtt, tegnap SMS-eztünk, úgyhogy a hangja valóban ramaty volt. De gyógyulgat. Hát most már ugye virág és antibiotikum, ő is, az egész család. Az egész családom végig megy a dolog. Ha valaki vállalja, akkor vállalod te is. Akkor együtt kell végig csinálni. Igen. Van egy trafing az M3-ason a 106-os kilométerkőnél Nyíregyháza felé, szóval csak küldte nekünk. Lehet, hogy ugyanaz a hajdunánási pihenőnél Budapest felé, nem, akkor ez nem ugyanaz. Már az újfajta mindenre figyelős, Roli. Ez honnan tudom, hogy újfajta? Mondja már el valaki. Nagyobb, igen. A régi az kicsi kameraszerű volt. Igen, és ez? Ez pedig egy kicsit nagy, magasabb. Ez ilyen dobozszerű. Igen. Aha. De szerintem olyan nagyon, hát hogyha ha mész 70-80-nal, akkor azért úgy nagyon oda kell figyelni, hogy ez melyik. De az újabb, az nagyobb. Na jó, hát akkor mindenki. Mindenki figyeljen, köszönjük a közlekedési híreket. Egyébként nagyjából minden rendben, tehát azt látjuk, hogy Budapesten is jól lehet haladni, van egy-két trafi, nincs komoly baleset, úgy látszik, hogy nincs bolygó együttállás, se front, se semmi. Tényleg mindenhol rendben van minden. Már ami a közlekedést illeti. Na, torkos csütörtök, ugye? És hát rengetegen mennek étteremben, azért foglalkozunk ezzel a témával 9 óra után, hogy egy kicsit mindenki okosabban mehessen ma este. Ugye torkos csütörtök miről szól, olyanok is eljuthatnak étterembe, akik egyébként nem. Ugye alapjából erről van szó. Így tehát hogy az egyszeri étterem látogatók, akiknek nincs pénze, nincs lehetősége, 50%-kal olcsóbban mehetnek ma vacsorázni. És az emberben mindig felmerül, hogy olyan különösebb promóciós érték egyébként az étterem számára nincsen, hogy belelép a torkos csütörtökbe, akkor mégis mi a fene éri meg neki ebben? Silányabb minőséget teszik-e az ember? Átvágnak-e téged, mint rutintalan éttermest, ugye, aki nem jár sűrűn, már a rutinost ugyanúgy át lehet vágni. Mivel csalnak az éttermek, csalnak egyáltalán, és nem csak torkos sütörtökön, egyébként is hol realizálnak ők úgy hasznot, hogy te ártatlan vendégként nem is tudod, hogy te mennyire át vagy vágva. Hát azért van néhány olyan trükk, amiről már mi is beszéltünk hát sokat, de most ismerünk, így persze. Van, de most azért elé került még más is, így a torkos csütörtökkel kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy két étterem van. Az egyik étterem az azt mondja, hogy ez egy jó reklám lehetőség, és megcsinálom. De miért reklám? Hol reklám? A másik 500-al együtt vagy egy kalap alatt. Mi a reklám? Nem, tudom, kiteheted az ajtód, hogy nálunk hogy a torkos csütörtök. Anyagilag ez megéri? Nem. Nem éri meg. Szerintem így nem. És itt jön a másik kategória, aki azt mondja, hogy torkos csütörtök van, gyertek be 50%-on, hiszed azt, hogy 50%-on vásároltál, de mondjuk lebutítom az alapanyagokat, más lesz az adag, amit adok neked, esetleg... És még azon is keresek így akkor. Így van, még trükközök egy kicsit az itallal, itt egy éttermes kolléga, a volt szomszédom írta egyébként, hogy az étlappal azért nem tudsz trükközni, mert most már az a szabályzat, hogy a torkos csütörtök előtt maximum 2 héttel változtathatsz étlapot. Aha, ezt valaki már... ellenőrzi? Na most az a másik, hogy most van egy étlapom, én a torkos csütörtök szerdáján kinyomok este, a paplanom alatt egy új étlapot kirakom, akkor majd jönnek az ellenőrzők, azt mondják, hogy eljjel, 3 héttel ezelőtt a lencsefőzelék 850 volt, most pedig 1200. Ez nem ugyanaz. Jó, oké. Már most mondjuk, hogy ne írjanak becsületes étterem tulajdonosok, ne írjanak becsületes pincérek, nem általánosítunk, ne vegyék személyes sértésnek. Mi nem azt mondjuk, hogy az egész szakmát le kell húzni a WC-ben, most arról beszélünk, hogy igenis vannak éttermek, akik átvágnak benne.
bennünket, gyanútlan étterembe járókat. Tudjuk, hogy nem mindenki ilyen. Nem akarunk általánosítani, de nem kell megvédeni itt a mundér becsületét, nem kell felháborodott hangvételű e-maileket írni, hogy mi lejáratjuk a szakmát. Nem, gyerekek, ez egy tény, mondjuk ki, rengeteg étteremben trükköznek, nyilván vannak olyanok, ahol nem, de most nem róluk akarunk beszélni, ez baromi unalmas adás lenne, és most jöjjön még egy étterem, aki ahol mondja, minden rendben. Írjátok le, hogy nálatok miért van minden rendben. Tehát ez senkit nem érdekel, nyilván vannak ilyen éttermek is. A legfontosabb, ami engem a legjobban érdekel, és ez megint étterem függő. Ha én nem nyúlok hozzá, és én ezt nagyon sokszor átgondolom, nem nyúlok hozzá a rántott húshoz, a körethez, a spenóthoz, a tök mindegy. Jön a pincér, elviszi a tányért. Ki kell lefizetned? Én más hozzá nem nyúlt spenót köretét eszem meg. Ja. Azt, hogy ki kell-e fizetnem, persze, hogy ki kell. Az nagyon prostó lenne, hogy nem ettem meg a köretemet, nem fizetem ki, nem, az nem az én asztalom. Tehát azt azért nem csinálom. Hogy átpattintják-e másik tányérra a te kis köretedet, illetve te már egy másik átpattintottad. Kísértésbe esik-e az, aki a konyhámban, vagy ki van adva policybe? Lehet-e olyan étterem, azt, hogy gyerekek, hozzá nem kezdett desszerthez, hozzá nem nyúlt körethez, lehúzzuk szépen a tányérról, átmelegítjük, és visszapattintjuk egy másik tányérra. Ettem én meg más szerintem köretét, igen, vagy rántott húsát. Ugye? Szerintem igen, de a jogszabályzás az úgy jó, szól. Jó, azt hagyjuk. De jó, jó, hát ezt ki érdekel, hogy mi a jogszabály, de hol tartják az be? Néhány tisztelt a kivételnek tényleg. Átpattinthatja, átrakhatják. Szerintem nem? Át. A elméletek az minden kaza. Étterem úgy van kialakítva, hogy a behozott kaját, tehát a visszahozott kaja az egyből a fehér mosogatóba megy, nem kerülhet vissza az étterem térbe. És akkor ott teszik át, de ez nem fordulhat elő. Hát szerinted ugye? Dehogy nem. Én minden köretet úgy nézek, hogy látok-e benne villanyomot, látom, hogy... És akkor az átformálják, hogy ne vegyem észre? Kicsit átmelegítik, tehát kicsit átmelegítik, átformálják, valahol. A büdös életben nem jövök rá, hogy az Józsi Bence visszakölte, nem? Így a balhatos amalgányával kicsit kivette a rizbizit, letette, nem nyúlt hozzá egyébként, azt te vidáman megeszed. Jó, nem, nem mindenhol persze nyilván. Nem csinálhatnak ki, nem lehet. Elvileg. Hát nyilván egy nyilván helyszínvonal azért sokat számít, hogy 200 forintért eszel, vagy 3000ért, tehát az sem mindegy, hogy milyen a színvonal. Ez függő szerinted? Hát nem, hát gondolom, hogy személyzet függő is, meg mint egy kis talpon álló van, mint egy vasúti kifőzdében lehet, hogy megcsinálják, de azért egy komolyabb. Jó, meg ez a valamit is adó étterem. Kocka gyerekek, igen, nem nyújt még hozzá. Na, van egy hallgatónk, aki nagyon sok trükköt tud, Laci, aki konyha technológus. Laci, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok, szia Feri, szia. Hello. Kicsit elváltoztatta a hangját, érzed? Igen. Nem, de hogy változtattam, nem miért változtattam, hanem csak reggel van még. Reggel van, te régóta dolgozol ebben a szakmában? Mert kb. 15 éve. 15 éve. Mit csinálsz pontosan, vagy melyik oldalon vagy? Mi konyhákat tervezünk, illetve séfeknek tartok továbbképzéseket, viszik őket külföldre, nagyon komoly éttermekbe, és nagyon sok szakácsot továbbítunk éttermekbe, és hát nagyon sok érdekes dolgot mondanak ezekről a dorkos csütörtökös történetekről. Rádió közelben vagy? Vagy valami zavar bennünket? Kicsit olyan fura a vétel, hogy nem tudsz kijönni, picit arrébb menni. Olyan, az... Lépcsőházban vagyok, visszamegyek a lakásba. Az lehet, aha, a lépcsőház az nem, igen. Az, nem az, a mi terepünk. Jó, oké. Megvárjuk, amíg visszaérsz. És te egyébként tanítod is ezeket a trükköket, amikor képzed a szakácsokat? Vagy te... Szerintem találkoztunk, tehát itt még a kórhelyek kapcsolatban, mint mondja a technológus. Nem mondunk ilyeneket. Nem mondjuk, se egyáltalán étterem nevet nem mondjuk. Jó, akkor rövidre fogom a történetet, remélem, hogy jobban hallatom. Kicsit jobb lett, így van, igen. Így van. Tehát én Zannának is pont ugyanezt mondtam, hogy két dolog van a torkos csütörtökkel kapcsolatban, vagy eltakarjuk szúrni a vendéget, szép szóval élve, vagy tényleg az étterem azt mondja, jó, legyen akkor okay, egy nézzük konkrétan, tényleg, hogy konkrétak legyünk, mondjuk nekem van egy étterem, én azt mondom, hogy beléptem a torkos csütörtökre, de kicsit meg akarom át akarom verni a vendéget. Hol vernek át engem gyanútlan étterembe járót, aki ma fogja a kedvese kezét, elviszi, hogy 50%-kal olcsóban ehet. Mit csinálnak? Mondjuk a többi napon fönt van egy nagyon szép sárga csirkemell, vagy sárga csirkecomba, amit nagyon szeretünk az érlapon, azon a napon fagyasztottat adnak. Ez egy féláras rögtön. Tehát egy jó háztáji csirke frissen, csirkecomb kerül X-be, a fagyasz a fele. Igen, tehát meglepő az, hogyha mondjuk nincs zöld borsó télen az étlapon, miért? Mert télen nem derem a zöld borsó. Ilyen pofon egyszerű, akkor meg hirtelen ott van egy zöld borsó főzelék az étlapon. Tehát nem szezonális ételek vannak, ilyen apró dolgok. De hát azt mondta fel, hogy az étterem, az étlappal nem lehet játszani, mert hogy nem változtathatsz az étlapon. Dehogy nem, hát napi ajánlat van. Jön napi ajánlat van, tehát felteszel egy olyan napi ajánlatot. Kiírom a táblára krétával, hogy ma ez a menü, jó idő, 10 ételből választhatsz.
és akik tulajdonképpen elmennek torkos csütörtökre, azok ugye 50%-kal olcsóbban esznek, de silányabb minőséget, vagy rosszabb kaját. És még azon az 50%-on is rengeteg haszon van, mert meg tudja csinálni, mit tudom én, hát pont most beszéltetek a kórházakról, 500 forintból meg kell csinálni neki 5 adagot, persze nem ugyanaz a tétel, de teljesen más étlapot kapnak. Aki meg tényleg a saját étlapjával megy, egy top étterem, vagy egy jobb minőségű étterem, ő meg azt mondja, hogy gyerekek, igen, bukok rajta, de ezek az emberek érezzék azt, hogy megéri egy hónapban egyszer eljönni. Ez azt mondom a 9-10% az embereknek, vagy az éttermeknek, bocsánat, aki ezt bemeri vállalni. Tehát ha normális adagot adsz, és normálisan csinálod, nem jöhetsz ki jól, vagy nehezebben. Nem, mert akkor hétköznapokon is átcseszed a vendéget, már elnézést, hogyha ki tudsz belőle jönni. Nem tudsz kijönni 50%-ból. Nem tudsz. Azt szerintem az lenne a korrekt, tehát úgy kellene ezt visszaállítani, ami régen is volt, az 50-es években is volt ilyen egyébként, hogy amikor a farsangot lezárjuk, nagyot eszünk, azt mondják az éttermek, hogy gyerekek, eddig ide jártatok, szeretünk titeket, imádunk titeket, ugyanazt adjuk féláron, azt az egy napot a tulajdonosnak le kell tudni vállalni, hogyha meg tényleg azt akarom, hogy menjen az étterem, ezek általában a kifőzdék, és ott is van kivétel, ezt most nagyon kihangsúlyozom, vannak nagyon jó street foodok, akkor meg azt kell mondani, hogy igen, gyerekek, mi ezért csináljuk, de ugyanazt kapja. Hát de senki nem fogja fölvállalni, hogy azt mondja, hogy mi azért csináljuk, hogy átverünk benneteket, érted? Tudsz még mondani egy-két konkrétumot a mélyhűtött csirke ellen kívül? A risottót azt nagyon jól mondtad, én ismerek olyan éttermet, ahol konkrétan hétköznapokban előfordul az, hogy visszamegy, és nagyon kőkeményen az üsbe visszatolják a risottót. Ne! Nagyon tehát bejön a maradék, és azonnal vissza a közösbe. Én tervezek konyhát, hogy én két napra beülök. Tehát én ott vagyok, és nézem, hogy a szakács jobbkezes, balkezes, a séf jobbkezes, balkezes, top konyhákat terveztünk. Ez fontos, hogy tud mozogni, hogy van a munkaterület, minél kevesebbet mozogjon, és láttam ilyet, igen, és tényleg nem egyszerű éttermekben. Visszatolja a risottót, nem tököl vele, nagyon szépen visszarakja. Hogyha az a fagyasztott sajttal töltött. Én nem akarok más után risottót enni, eleve egy ilyen nyálkás, szétfő. Példának, én Magyarországon három helyen merek enni hortobágyi palacsintát. Három helyen, ahol tudom, hogy az tényleg úgy készül, tényleg megcsinálják, tényleg redukálják, tényleg pont ugyanúgy csinálják. A borokkal, arról ne is beszéljünk, simán, lájtosan. Ott hagysz egy fröccsöt, simán visszaöntik. A fröccsöt nem tudod visszaönteni. Ne, hát a fröccsben már szóda van, azt visszaöntöd, ott már egész más. De egy fél pohár fehérbort, a párom ott hagy, az ő neki, nem? Kihúzod a dugót, simán elpárlog a széndioxid belőle. Láttam, ott voltam, igen, és bevállom. Na már ezért időzünk el itt, tehát visszaöntik a fröccsöt is, hiszen ha nincs rajta dugó, elmegy belőle, és ugye csak a bor megy vissza, kicsit vízezettebb lesz, de nem érzed a szén-dioxidot. A fröccsnek még jó. Úristen. Igen, na. Pálinkánál szintén. Tehát a pálinkánál jó helyeken kell inni pálinkát, tehát most direkt nem akarok pálinka márkákat mondani, látni kell, hogy hol milyen pálinka van, annak tudod az ízét, érted hozzá. Most valaki megivott három fröccsöt, megivott előtte egy aperitívet, lehet, hogy kicsikét beállt, simán kiviszik neki utoljára a lezáró ételnek azt az édesbort, úgyhogy föl van hingítva. Nagyon. De mi, és a hortobágyi az mi? Maradék ledarálva, megfűszerezve, ez akkor ez igaz? Sok helyen? Nem mindenhol. Igen, nagyon sok helyen van. Én azt mondom, hogy én komolyan mondom, ahol hortobágyi palacsinta van az étlapon, tudom azt az étteremet, ahol nem szabad enni. Nem szabad. Na jó, de egyszerű lakadás után. Én annyira szeretem a hortobágyit. Azért teszik fel az étlapra, hogy az egy gyűjtőkaja. Edd meg, hülye, mert ez az elmúlt három nap hús maradék, amit mi ledaráltunk, és akkor fölraknak egy brassóit, egy hortobágyit, hogy legyen az úgymond gyűjtőkaja, amit még el tudnak adni még egyszer akkor? Nem mindenhol így van, de azt jó, hát nyilván nem. Most mi azokról beszélünk, ahol? 90%-os esetben igen. Jó, de átlagvásárlóként ezt honnan tudod? Mert te, aki ismered a konyha technológiát, meg te építetted, meg ismered a szakácsot, oké, de bemegy Balázs bárhova, ma este. Gyerekek, én mondom, én vagyok az egyik az országban, aki annyi mindent evett már a tudtán kívül, hogy nekem még a vaníliasodót is körbeállták, ha valaki éppen nem szeretett a szakács. Megbántottam a barátnőjét régen a Viva TV-n a megállóban, igen, így beszéltem rá, és srácok, egy sonkás pizzát kért a Balázs rendelésre. Tudod, tehát én már szörnyű dolgokat ettem meg, én ebben biztos vagyok. Nem fogod felismerni. Ásványvíz, például ezen a listán fent van. Ásványvíz, hogy... csapvíz, tehát én egyébként híva vagyok a csapvíznek, tehát volt egy kimutatás valamelyik portálon, nem tudom, hogy hol, még az is lehet, hogy nem magyar volt, lehet, hogy az Investian vagy bárhol, magyar ásványvizeket teszteltek. És nevetni fogtok, a harmadik kerületi csapvíz
egy bizonyos területén, mert Magyarországon nagyon jó a víz, sokkal, sokkal megverte a többi csapvizet, vagy a ásványvizet. Tiszta csapvíz, én mindig azt kérek, mindig azt hiszok. Tiszta csapvizet kérek, én kifizetem, nem erről van szó, csapvizet kérek. Néha a csapvíz sokkal finomabb, mint az ásványvíz. Tehát beülök egy étterembe, nyilván minden mindenhol, de ott is figyeljem, hogy előttem bontják ki, mert ha a pincér sziszeg egyet és úgy bont, akkor az gyanús. Ez szerintem alap, tehát azt úgy kell, tehát ez a tálalási kultúra, tehát ott. Ott nyissa ki előttet, mert nyitott üvegbe hozza az, mert szerintem eleve gyárus. Hát de a szóda, vagy a savas ásványvízzel is tudsz ugye trükközni. Eladtad, visszavitted az üveget, szóda bele, már ki is vitted még egyszer. És még sziszeg szedjet, azért az nagyon fapad. Mondott valami tudom? Én azt mondom, rakjon ki egy szódás üveget, az modern is, tök jó, nem kerül olyan drág, tehát nem kerül olyan sokba, nyomja ki a vizet, és egy szódás üveg szerintem az mindenkit meggyőz. Ő saját magának kinyomja. Ennyi, tehát lehet trükközni vele, és hihetetlen pénz van, mert én az ásványvizet nem is számolnám fel. Nekem csak annyi, hogy ne egyem meg más rizottóját, komolyan. Én kifizetem bármit, csak ne adják oda más rizottóját. Egy kicsit belenyálazott, kicsit belekapart, kicsit, hogy megnézte, nem ízlik, beletúrt hármat, visszaközben újra kijön. Finom, közölgő rizottó, és négyen megették már előtted, azért az nagyon kemény. Ott előttem tolta vissza az is, de ami éppen föltűzött, na majd akkor ezt belerakjuk, mint hogyha egy kis borsot tüntet volna rá. Te ilyenkor egyébként szólsz, nyilván nem dolgod, tehát nem szólsz bele, hogy azért ez mégsem, nem? Nem tehetem. Nem ez a dolgod, persze. Én élek, és én tényleg elmondom, hogy bunkó vagyok. Én ott elmondom utána a tulajnak, hogy figyelj, azért ez gáz, természetesen. De nyilván a tulaj adja ki. De hát a tulaj mondja, hogy gyerekek, visszatesszük, nem tesszük, nem a szakács egyéni döntése, hanem a tulaj mondja, hogy gyerekek, spórolunk, nem spórolunk. Azok az éttermek, amik mennek, amik tényleg tele vannak, azok normálisan működnek. Ezt tényleg ezt ki kell mondani. Akik normálisan működnek, és minden délben tele vannak, azok jók, és akik ilyeneket csinálnak, azok egyre jobban azért a piac, meg a szakma kidobja őket. Tehát miért van az, hogy azok a séfek, akik befutottak, ilyet nem vállalnak be, és odaáll a kamera elé, és igen mondja, hogy igen, igen, én ez vagyok, direkt nem mondok neveket, de ő náluk ilyen nincs. Hogyne, persze, figyelj, nekünk is így indult a megszólalásunk, hogy nem általánosítunk, azért a magyar gasztronómia az elmúlt 10 év robbanásszerűen fejlődött, brutál jó éttermek, Michelin csillagok, kézműves dolgok, tehát hihetetlen fejlődés. Most kapjuk a negyedik Michelin csillagot, tehát azért... Ez így van, csak mi műsorkészítőként nem gondolhatunk arra, hogy írjanak azok az éttermek, ahol minden rendben van. Tehát az egy nagyon helyes műsor lenne, tök unalmas lenne, nem lenne. Tehát mi most azokkal foglalkozunk, van jó sok kivétel, sőt, hál' Isten egyre több kivétel, ahol ezt még mindig megcsinálják, hogy te mint gyanútlan vendég ma, aki elviszed a párodat egy torkos csütörtökre, 6 helyen vagy átvágva úgy, hogy azt hiszed, hogy 50%-kor ettem, de jó volt. Figyelj meg, hogy miből kapod, nézd az alapanyagot. Vagy 100 helyből 90 helyen átvágva. Azért gyerekek, az arány, ez kemény. De én azt nem értem, hogy a torkos csütörtökön olyan megy, aki egyébként nem mehet. A büdös életben nem jön vissza többet. Nem potenciális étterembe járó sokszor, mert nem engedheti meg sajnos magának. Akkor miért éri meg egy étteremnek mégis ebbe belelépni? Átvágom a vendéget, keresek rajta? Akkor keresel, ha átvágott, keresel. Akkor igen, akkor nagyon sokat. Nagyon sokat. Hát figyelj, van olyan étterem, ahol... van 50-60 elekárt délben, meg mit tudom én, 50 szintén este, ebből nem biztos, hogy meg lehet élni, hogyha nem reálisan gondolkozol, és nem reálisan gazdálkodsz. De hogyha ezen a napon van 500 vendéged, volt egy jó napod. Tessék, te mit nem eszel még? Mondj még két dolgot. Mit, tehát Hortobágyi nem, oké, okay. Brassói nagy közhely, szintén az elmúlt négy év ipari... Igen, mi az, amit te kifejezetten kerülsz, mert tudod, hogy abban lehet turpisság? Van még ilyen a Hortobágyin kívül? Mondjuk tengeri herkentyűket nem eszek, holott imádom, mert én imádok búvárkodni, és nagyon sokat járok ki Fügyire, és ott frissen megsütjük. De Magyarországon azt mondom, van 2-3 étterem, ahol lehet halat venni, mert Horvátországból behozzák. Halat eleve nem eszek étteremben, mármint tengeri halat. Poncsot, természetesen csukát lehet venni nagyon jó áron, süllőt, keszeget, tehát ez most nagy divat lett, de halat nem eszek étteremben. Azt mondják, hogy a tengertől 50 kilométerre, vagy onnantól kezdve már nem ér a friss tengeri hal. De miért egy jó minőségű mélyhűtött dolog a budaörsi piacról, ami mélyhűtve és frissen megcsinálom, hát ez lehet mi? Nem olyan lesz a minősége. Egy darab szalonnát, én zsidó gyerek vagyok, nem tagadom, én is megeszem a nagyon jó kis habát szalonnát, nincs az a semmi probléma, most a szerintem... Mondjuk nem halízű, tehát hogyha igen, halra érdekes, vágysz, egyéb mint a halat, akkor egyéb szalonnát, ha szalonnát kérek, a szalonnát eszem, csak nem olyan, mint a tintahal. Tehát, hogy az picit más. Itt Magyarországon nem kell enni tintahalat, ahogy az egyik sébarátom mondta, miért? Mert nincs. Ennyi.
mert nincs tintahal Magyarországon. Nincs baj, és mi az, ami helyette jön? Tehát mi az, amit nekem bundázva eladnak szörnyű módon megsütve tintahal karikaként? Én mit teszem egy ilyen a tintahal maradékából ledarált? Fagyasztottat össze. Aha. Nem, ne, ugyanaz jó volt, ahogy kivették. A jégkristályok szétroncsolták neki a szövetszerkezetét, és egyszerűen az nem ugyanaz, mint amit Horvátországban leülsz, és reggel még úszott, most már megcsinálták. Nem ugyanaz. Minek együnk ilyet, és minek adjunk ki csiliókat érte? Nem is értem. Ez most rend, tehát ez hülyeség. Nem kell. A sushi nagyon kevés helyen van. Itt a harmadik kerületben, ahol élek, itt van egy nagyon jó kis japán étterem, senki nem ismeri. Dehogy nem, én igen. De nem mondom, mert be nem mondom, ismerem. Tudom, melyikre gondolsz. Japán a tulaj. Így van, egy kis fejpántos japán. Így van. Japán áll a sushi pult mögött, és japán a tulaj is, igen. Vagy japán pult van. Na, az a hal, amit te friss halként megeszel, az azért utazott egy pár napot mide ideért Budapestre. Hát azért ez nagyon kemény. Tehát mondom, tehát visszatérve itt az eredeti témára, torkosítőtök, én nagyon szeretném azt, hogy ezek a top éttermek is ebbe belemenjenek, csak ott a tulaj már azt mondja, hogy gyerekek, nem, ebből élek az életem. Nagyon kevés az, aki kimeri mondani azt, hogy jó, most erre az egy napra bukok, mit tudom én, 1 millió forintot, másfél millió forintot, bukom a bevételt, mert bukja. Tehát nem tudja előállítani annyiból. Fizikai képtelenség. Hát köszi, hogy elmondtad, érdekes dolog. Ez nyilván hangsúlyozzuk, sok helyen azért ez nem így megy. Most vendéglátósok, étterem tulajdonosok, ne haragudjanak ránk, vannak azért üdítő kivételek, sőt nyilván egyre több. Persze, de hát még mindig megvan ez a szegmens a szakmának, akik azért így gondolkodnak. Nagyon sokan, ami tényleg jó irányba megy, és még bevállalja még ezt is, akik nem, azok meg gondolkodjanak el. Tehát, hogyha hazudik, akkor én mindig azt mondom, saját magának hazudik. Nem jó. A vendég. Figyelj, ha ma három ember elmegy a torka sütörtökre, és látja, hogy frissen sütött csirkemel, nem tudom, sajtal, és rájön, mély hűtött, és megkérdezi, az már nyertünk, mert akkor látja, hogy át van vágva. Még egy dolgot mondok erre, és szerintem ezt érteni fogjátok, amikor most iskolákkal foglalkozom nagyon sokat, tehát szakképzőiskolákkal, szakácsokat, ahol képeznek sok helyen, és megkérdezte egy oktató a gyerekeket, hogy milyen színű a csirkehús, és azt mondták, hogy fehér. Miért nem? Na! Nyilván hűlök. Hát ha olyan tápot eszik az a csirke, akkor fehér. Ennyire nem akartalak. Vagy elkapták, vagy megsértődött. Ennyire nem akartalak megbántani, igen. Ennyire durvákat nem. Na nézzük egy-két SMS-t, hogy mik jönnek, mert hallgatóink írnak. Balázs, írjanak most azok, akik etettek már meg veled valami undorítót. Szerintem jönnének az SMS-ek. Tízik jöttek az SMS-ek. Hol volt, melyik étterem, kivel voltam, jó, és mit ettem. Egyébként tényleg kíváncsi vagyok, ha tudjátok igazolni, hogy ki ült mellettem, és valóban ráismerek, akkor szívesen meghallgatom, jó? Nagyjából van elképzelésem, hogy a közszereplők a szakács vérmérsékletéhez híven esznek. Szeret, meg. Jó, vagy, nem jó, szeret, vagy kevésbé jó dolgokat. Így van, már ha olyan a szakács, persze. Azt mondja, hogy felháborítói rádióadásban ilyen dolgokat mondanak vendéglátó helyekről. 25 éve foglalkozunk vendéglátásról, és soha nem csináltunk ilyen dolgokat. Gyerekek, ne vegyétek magatokra. Tehát ne vegyétek magatokra. Ez többször elhangzott ma, hogy ez nem általánosítás. Igen, de ti pontosan tudjátok, hogy van a szakmátoknak egy profi része, akik azt képviselik, amire felesküdtek, úgymond, és van a szakmának a hígabb része, akik viszont keresni akarnak. Tehát senki ne vegye magára. Lejárt kaja felhasználása minden nap, sokszor az előző napról megmaradtat újra gondolják. A vendég által meghagyottból csak én eszem. A fehérben, az a fehér mosogató. A fehér mosogatója. Dolgoztam már pár helyen a vendéglátásban, a sztori úgy folytatódik, hogy a pincér viszi a tányérodat hátra a mosogatóba, és megeszi. Éhes pincér nem tud dolgozni. Mire megkapjuk a csumit, addigra a pincér jól lakott. Van az undorító pincér kategória, akit az sem zavar, hogy már belettél. Az engem nem zavar. Hát azt csináltok, ha visszamit kajánlani. Nem ér, egye meg, a vendégem. Én kifizetem, én ne egyem meg másét, amit ödönke ott hagyott, mint risotto, mert beletúrt és nem ízlett. Azt nem akarom megenni. Nem a kajával sporolnak, hanem például mosogatószerrel. Az 1000 forintos ANTS által előírt nulla feles mosogatószer helyett 300 forintos 5 literes semmit érő mosogatószert használnak. Hát ez nem torkos csütörtökhöz, ez az egyéb. De apró kicsi kis. Igen. Nagyon bólogat. Ismerős veri. Persze. Mi nem is használunk. Hideg vízzel elcsapatjuk a tányérokat, és akkor kész van. Igen, azt mondja, hogy nekem édesanyám konyhában dolgozott Szegeden, ott kimaradt a pörköltből a hú, ott a kimaradt pörköltből a húst kiszedték, megmosták, majd újra felszolgálták. A pörköltből kiveszed a húst. Meg? Hát, hogyha más pörkölt, akkor ne legyen. Te ne egyezen a szín. Atya, úristen.
Egy helyen a bolti saját márkás vodkát töltötték át márkás vodkás üvegre, ugyanezt ásványvízzel és csapvízzel is művelték. Azért nagyon keményen megbüntetnek a csapvizet, az ásványvíz helyett. Én bizony, úgy tudom, pedig hát sokan csinálják. Hát csak azt le kell bukni hozzá, addig meg... Ma torkos csütörtök, holnap herpesz péntek. Sava írta meg. Legalja a sör, ha nem fogy el, házi csapoltként dupláron elviszik. Aha, mert leüllepedett a sörös hordó aljára, az már kicsit ilyen izé. Dolgoztam Balatonon, 300 darab palacsinta egy tojásból. Nem lehet, nem áll. A palacsinta tésztát azzal az olajjal színeztük, amit a lángos serpenyőből kiöntöttünk volna. Jézus Isten! Ez Zoli küldte nekünk. Atyaisten! Úristen! Mi tavaly mentünk el ilyen torkos csütörtökös kajálásra, hozzáteszem, jártunk már ott korábban, akkor két ember után fizettünk 4000-et, hideg húst kaptunk, kisebb adagokat kaptunk, és... A látte kávén presszó méretű volt. Végül majdnem 6000 forintot hagytunk ott, szintén két főre. Amikor kedvesen panaszt tett a pincérnél, csak annyit mondott, hogy én sem panaszkodok, pedig még borravalót sem a pofátlanság határtalan. Na hát igen. Ausztriában dolgoztam egy jobb hotelben felszolgálóként. A főnököm a haját cibálta a konyhásnak, mert a moslékba akarta söpörni az asztalról visszahozott spenót maradékot. Megmutatta neki, hogy csak azt a részt dobhatják ki, ahol beleettek. A többit kiadják újból. Jézusom. Hogy? De ez hát simán. Hát lenne lelkiismereti kérdés. Nem csinálsz, hogy lelkiismereti kérdés. Ki van fizetve? Hát most azon ne akarjál, mert még azon is keresni. Ezt hallgass. Ásványvizet szállítok, és Budapest egyik elég drága éttermébe is megyünk, csak szénsavas vizet viszek, mert a pincér azt mondta, a mentes víz a csapból is folyik. Az megvan. Így van. Várja, egyszer hát nyilván köszönöm, be... mekkora haszonkulcs azért az a 3000-2000 forintos, nem tudom milyen, és nem akarok márkaneveket mondani, eladod. És tehát ott... elsőre azért berendelt egy szállítmányt, hogy legyen palack. Nagyon kemény. Azt kivitték, legyen palack. Elfogy, és utána már... Tehát figyelned kell, hogy előtte nyitja. Igen. Ugye ez a kulcs? Nézd meg, hogy ott nyitják-e ki előtte. Nem, hogy azt mondja, tegye le, majd én kinyitom. Hagyja! Jöjjön hozzá. Nagyon kemény. Nagyon kemény. Nálunk ugyanazok az árak az étteremben, mint máskor is az adag is. Sok törzsvendégünk van, és jó a kaja, olyan átlátszó lenne erre a napra, ha nem változna valami. El sem tudom képzelni, hogy valaki ilyet csinálja, szép napot, dia. Nyilván azért olvasok be ilyeneket is, hogy nyugodjanak meg azok, akik becsületesek. Tehát, hogy ez most nem róluk szól, de jó tudni azért ezeket, igen. Általában kötelező torkos csütörtök előtt egy héttel új étlapot kell készíteni, és azt egy hétig használni, a párom szakácsok így csinálják. Aha, igen, ezt mondtam én is, hogy egy vagy két hét tel előtte már nem tudsz változtatni az étlapodon, de ugye itt volt, amit a hallgatónk elmondott, hogy mi van, ha napi ajánlatot írsz ki. Érted? És akkor már meg is ugrottad ezt az étlap kérdést, hogy valóban van ilyen új étlapunk, tessék, el is lehet válogatni, na de nézze meg, hát ma ezt most vettem a piacon, milyen szép. Mi úgy tudunk spórolni, hogy mosóprogramon főzzük le a kávét. Mi van? Azt nem érted. Itt a listán egyébként az is rajta van, amit egy internetes portál összeszedett, hogy desszert után egy kis kávé, hogy például úgy csalnak, hogy a szokásos 6 gram helyett 3-at darál bele a feketébe, vagyis kevesebb a kávét. Az alapanyag. Azt már nem érzed. Figyelj, a kávé a legnagyobb haszonkulcsú termék. Ezt ennyit elmondhatok. Ha 300 év vettél egy kávét... Az na őszintén, mennyibe van az? Akkor az 5 forintba. Rohadjatok meg! Viszem a kávét, termoszba viszem a kávét. Tudod, hogy fogjuk kávét, köszönöm szépen, nyitok, egy üres csészét legyensz, és egy kis kalapbegét, rohadmányos kockacukra, 23 forintból állítjátok elő a négy. Na őszintén, tessék, mennyi? Na de mennyi? Ha most már ebbe belekezdtél, hogy vedd le az étlapról, mennyi a kávé? Na, 90. Kamuzol, a rohadék, 50. Mondjuk 50 forint az alapanyagod a kávéra. Van képetek 400-ért adni. Hát tudod, nem, mi? Mi olyan 50. Hosszú az út, 350, ami kiér, ennyit, mi az Isten? És a víz, ami átfő rajta, tudod te mennyi energia előállítani a megfelelő nyomást egy kávéfőzőgépben? Rohadjak meg, soha mi? Többet nem iszom kávét étteremben. Se én mindig egy jóféle presszóval zárom az étkezés, az úgy megadja, tényleg egy dupla presszó, érted? Na, picivel, de most érted, soha többet de ha nem 100 kávézom. Forintot alapanyagot számolsz is, a felét teszed, akkor fogtál egy 50-est? Hát, ugye, 6 gram helyett 3 gram. Gram helyett 3. Akkor egy ilyen löttyöt kapsz. De tényleg, rohadjon meg, aki ezt megcsinálja, ha 300-at fogtok egy kávét, hát tegyétek bele azt a 6 gram kávét, de tényleg szemetek. És az, hogy az, hogy kaja utána meg se érzem, hogy nem dobott annyit, mert ugye leülök. Azért adják ugye a végén. Tehát ha az elején kéred, akkor rendes presszót kapsz, ha a végén, akkor fél presszót.
Há, gyerekek. Na mi van még? Mit nem fogsz étterembe csinálni ezután? Tehát dobod a brassóit, dobod a hortobágyi palacsintát, nem fogsz kávézni, nem kérsz kinyitott ásványvizet. Gyerekek, én ezért mondom, torkos csütörtök csak a Méta utcába. Kovács gyerekek, csak, higgyétek el, ott a hülyének is megéri. Torkos csütörtök csak a Méta utcába. Van vákum, nincs vákum. Mennyi haza, aztán beszéld meg anyuval, hogy legyen torkos csütörtök. Nem kell ezt erőltetni. Fél tíz múlt, pontosan 7 perccel jövő mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz pontosan. 2 perc van. Írja nekünk egy hallgató, hogy bakker, elkezdtem filózni, hol van a Métában kajád, aztán leesett. Gavika küldte nekünk, igen. Hát ott nincs, azért mertem bemondani. Ott máshogy kell gondolkodni. Valaki nem pesti, szerintem az is érti, hogy mire mondom, igen. Trafi 37-esen Sárospatak előtt, Pöttyös Tomi küldte nekünk, 76-os főút 40-45-ös kilométer között 9:20-kor baleset, 2 sáv lezárva Keszthely irányában, valamint trafiznak az 51-es főúton a Kóla gyárnál a nullás felé haladókat mérik, ott is mindenki menjen óvatosan. Mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Nem irigylem egyébként a becsületes étterem tulajdonosokat. Tehát végighallgatsz egy ilyen beszélgetést, és anyázol. De nyilván nem minket, csak hogy valaki ilyet csinál, nem? Hogy te közben becsületesen csinálod, be van mindenki jelentve, jó nálad a kaja, nem fáradt az olaj. Akkor ez nagyon idegesítő. És ez szörnyű, hogy végighallgatsz egy ilyet. Hát nyilván minket ez érdekel, tehát hogy azért foglalkozunk ezzel, de hogy azért ez barom idegesítő tud lenni. Nem? Hogy te közben tényleg mindent normálisan csinálsz, és hárman meg visszarakják a risottót, és kicsit azt gondolod, hogy mindenkinek az éttermélyen közben, sokszor mondtuk, nyilván nem. Igen, sőt, és nem akarsz beszállni egy ilyen harcba, ami az étterem hitelével játszol, az embereiddel játszol, nem éri meg ez a történet, de ugyanakkor meg azt látod, hogy egy csomó helyen ez van ilyenkor. Igen. Hát akkor el mit mondj? Nem tud az ember mit csinálni, igen. Na mutatjuk, hogy mivel is foglalkozunk a mai napon. Feri elmondott egy áruházas történetet, és arról kezdtük faggatni a hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk tapasztalatokat, hogy a vevő kontra eladó viszonyrendszert ők hogy élik meg. Ugye a vevő üldözi az eladót, az eladó menekül a vevő elől, és értésnek veszi, ha mi odalépünk hozzá valamit megkérdezni. Nem egy könnyű élethelyzet, kicsit mindenki után mindenkit, de leginkább sokszor sajnos az eladó a vevőt, aki gyanútlanul próbál érdeklődni, hogy elmondta egy hosszú történetet, hogy nem annyira volt a helyzet magaslatán az az eladó, aki benneteket kiszolgált. Hát, és nagy volt a baj, fogalmazzunk így. Viszont igen, a pontot azt te ütötted le, hogy mi zajlik a bújócska. Mit csinál egy igazán rutinos eladó, ha nem tudja megoldani a problémát? Mi konkrétan ugye így jártunk a Wikivel, erről is beszéltünk, valamint felhívtuk a mi drága Szlávik Jánosunkat, aki ugye doki, infektológus, hogy mondja el nekünk, valójában minden évben azt érezzük, hogy ez az influenza ennyire kemény, vagy mutálódik ez a vírus. De hát hogy a fenében van az, hogy vírusnak indul, és mindenki mégis antibiotikumot szed, amit ugye nem vírusra adnak? Mennyi lesz durvad jövőre? Hova tűnik nyáron? Egyáltalán... Hát egy csomó olyan kérdésünk volt, ami feszít bennünket ezekben a vízteres időkben, amikor Jánosunk otthon döglődik, neked a családot kellett menteni, én még megúsztam, de ki tudja, hogy mikor jönnek úgy haza a srácok, hogy lázasak. Régen 3 nap, hogy 2 hétig kornyadozol. Tehát, hogy mi a fene ez, ami ilyen szinten támad bennünket. János nagyon sok hasznos dolgot elmondott, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Egyébként a legfontosabb dolgot nem kérdeztük meg, hogyha változtatja a helyét, akkor intelligens. Tehát van gondolkodik. Tehát van egy genetikai kódolása a vírusnak, mi szerint a vírus gondolkodik, és azt mondja, hogy lecsenget, jön a tavasz, az nekem nem kedvez. Megyek át? Átmegyek. Tehát ez feltételezném intelligenciát, az is, hogy mutálódik nyilván, de akkor gondolkodik? Tudja, hogy el kell indulnia, és visszahúzódik a déli féltekére? Tehát kvázi helyet vált, vagyis valamilyen szinten ez van valamiféle minimális... Ezt akarod mondani? Gondolkodik. Igen. Van agya. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok! Nekem gyanúsak vagytok, én már jártam az összeesküvés elméletet. Tegnap előtt, amikor ugyanígy beszélgettetek, akkor arról volt szó, azokról volt szó, akik nem vállalnak gyereket. Ma a konklúziót leszűrtétek, hogy a gyerekek terjesztik az influenzát. Mire készültök ti? Mire készültök? Hát minden, sok-sok mindenre. De érdekes, nem, hogy itt van ez a kis vírus, annyi minden nem tud róla az ember, nem? Régen tényleg 3 napra emlékszem, hogy túl voltál rajta, ez a másik 2 hétig, és 80%-ban antibiotikum a vége. De nem lehet, hogy ugyanarról van szó? Hát a spanyol nátha kifejezés mindannyian ismerik, hát azt, hogy a madárinfluenza, meg nem tudom. Egyharmada belehalt, igen. Tehát ugyanarról beszélünk, csak a védekezési mechanizmusok mások. Talán nem hatékonyabbak. 10 éve azért nem írtak föl 10-ből 8 embernek antibiotikumot, mert hogy egy bakteriális fertőzés lett a vírusnak a vége. Most meg szinte mindenki csak úgy tud belőle kijönni. És 3 nap fekvés után meg legalább ki tudsz belőle jönni, nem úgy, mint a spanyol. Morning show! Az! Jó reggel! Jó reggel! Hello!
Na, itt a végén írtál nekünk, ugye a torkos csütörtökről beszélgettünk, te pedig azt írtad nagyon helyesen, bakker, elkezdtem filózni, hol van a Méta utcában kajálda. Aztán leesett, ugye, mert mondtam, hogy torkos csütörtök legjobb a Méta utcában. De akkor rájöttél? Rá, jó. Végigvezettem a felüljáróról, hogy mi hol van. Mi a fene van a Méta utcában, hogy ott jó a torkos csütörtök? Nem látom ott, lehet, hogy amögött a lány mögött van egy étterem. Á, ne? Ott a BKV-n. Na jól van, figyelj, megvan az ajándékcsomag, mondtad, hogy morning show, úgyhogy küldjük. Neked nem írt, Gabika, ugye, de aláírtam azt. Igen, igen, igen. Gabika, küldjük neked, jó? Jó, köszönöm szépen. Ciao. Köszönöm. Hello. Csabikám, mi újság, remek zenék lesznek? Reggit hozok most nektek, megint nem a legfrissebbek közül. Tavaly jelent meg a Magic nevű zenekarnak az albuma, és a reggi, akkor persze egyből napsütésű teszünk be, mint tengerpart, meg Jamaica, ők viszont kanadaiak, egy ilyen négytagú. Ha van egy elvágyódás, akkor az országból igen, a hideg miatt. Négytagú csapat, fiatal, fehér hosszúhajú férfiak, akik úgy gondolták, hogy nekik a reggiben kell megmutatkozniuk. Egy ilyen fúziós csapat egyébként a rockot és a reggit keverik, és a Root című dalokat hozom. Zseniális. Hallgassátok, ajánlom. Azt hittem, egy jó Heaven Street 7-t, ha már voltak olyan kegyesek és feloszlottak végre. Nem mondod. De jó, nem, még augusztus egyik bármikor megnézhetek őket. Balázsa való tekintettel feloszlottunk. De most vége van, nem? Vagy azt olvastad, fel igaz? Fognak oszlani, augusztus 1-én lesz az utolsó koncertjük, de addig búcsú turnéjuk van. De ez nem olyan, mint az LGT, meg az Illési 23. búcsú turné. Nem sosem gondolom, vagy az AC/DC-nek a 30 éve búcsúzkodnak, tudod meg a Rolling Stones. Illetőleg jó hír számodra, hogy valószínűleg nem az van, hogy megszűnik. Ma már nem megszűnnek zenekarok, hanem osztódással szaporodnak. Tehát valószínűleg tehát azért a zenészeket megkapod. Na jó van, 2 perc a pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorra. Kérjetek tőle dalt, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.